Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, jó reggelt. Hello drága hallgatóink, itt vagyunk. Minden Morning Show hallgatónak nagy-nagy ölelés. Hello Anna. Hello Zsűr, most már akkor mindenkit végig köszönök. A Jánosunk, szegénykém, hát nincsen. Visszaesett. Nem, hál' Isten, nem, én reggel kaptam az üzenetét. Még szerencsé, hogy SMS-t tudok fogadni, ha már küldeni nem, majd erről is mondok pár mondatot, hogy fogjul ejtette a zöld, illetve a kék szörny. A kék szörny. A kék vakond, a kék szörny, mert hogy nem jár a metró, és hát szegényként ő ott van. Így van, ő villamosozik egyet, illetve ilyenkor éjszakai járatozik, és aztán határúrozom úton felpatlan a vasparipára a szörnyre, ami végigvágtat a város alatt, illetve ma nem. Igen, ma éppen nem. A hármas metró, ha valaki esetleg nem tudná, akkor, hogy állna a megállóban és hallgat minket, akkor figyeljen, jön a metró, mit ír Gyula, a BKK mutya telefonodat, azt mondja, hogy nem jár a hármas metró a Kökitől Újpest felé, ez egy 545-ös üzenet, de azóta BKK SMS-ezik, vagy Gyula SMS-ezik a BKK-val. Ilyenben megőrülök. Hallod, olyan applikációja van, hogy SMS kap a BKK-tól, vagy jelzést kap. Most azt írják, hogy... Nem írnak semmit. Azt írják, hogy van metró, de még nincs. Biztos. M3-os metró Kőbánya, Kispest és Árpád híd között nem közlekedik. Aha. A kimaradt szakaszon autóbuszok utazhatnak, ez 6 óra 3. Tehát lehet, hogy azóta már elindult. Drága hallgatók, írjatok, hogy mi a helyzet, jó? Na, szóval Jani is ott van, de majd elmondja a frisset. Úgyhogy... Azért vicces, vagy érdekes, vicces, érdekes a dolog, mert Anna is azzal jár, ugye, csak ő a másik irányból támad, és ő még a Deákig el tudott jönni reggel, és ott rakták át őket buszra, vagy ott terelték át, tehát odáig működött, most meg ma azt írja, hogy az Árpád hídtól nem megy, akkor úgy tűnik, hogy arrébb kúszott a műszaki hiba. Arrébb megy egy kicsit a műszaki hiba. Hát gyerekek, ez a hármas metró, ez valami katasztrófa, tehát itt előbb-utóbb tényleg valami komoly sérülés. De most azt újítják majd, nem? Valamit elkezdenek, igen? Igen, azt fogják. Ezt fogják rendbe tenni. Ugye a kettes most már rendben van, a négyes az gyönyörű, a föl senki nem használja. Hát Istenem, de legalább szép, tehát ha akarsz kirándulni, akkor van hova. A világ legértelmetlenebb metrója, pont most olvastam egy összeállítást, hogy milyen kihasználtságokkal futnak egyébként a metrók nagy nyugati városokban, és ahhoz képest összehasonlították a négyes metrót, és megnézték, hogy mennyibe kerül más vonalakhoz képest, és nagyon érdekes elemző cikk volt arról, hogy bekerülés, kihasználtság, útvonalhoz, megállószám, aki nagyon komplex nagyvárosokkal összehasonlított ilyen kis metróról szóló cikk volt, ahol London, Spanyolország, Madrid, Moszkva, egy-két újonnan épült metró megállót, illetve metró vonalat hasonlítottak össze, és hát horror. Tehát amibe került, amennyire nem használják, amennyire rossz az útvonala, és amilyen kevés kilométeren szól. Ez a világ legértelmetlene. És sűrűm a megálló. És olyan megállók vannak, ahol vagy átsétálsz gyalog, igen, vagy nem gyorsabb, leszállni. Mert a Kávéról konkrétan látod a fővámteret, vagy megy a villamos is fölül. Tehát alul-fölül párhuzamos közlekedés. Hát ilyet azért ritkán hallasz. Na és hogyha valaki ráhajt a sínekre, az neked nem jut eszedbe egy autóval, és megakadályozza a villamos forgalmat, az hát, neked nem jut eszedbe. Igen, kösz. A folytatásos szappanoperának, amiben élünk nagyon sokan, mert most sokan igen. Szívtunk. Igen, szolidarítanak veled, meg írják, és hogy igen, ott vagy te is, meg ott vannak ők is. Most éppen kapom, hogy már jár. Tehát már elindult, senki ne hagyott. Igen, mert én az Ecseri útnál szálltam fel, mert valaki átkiabált a másik oldalon, tényleg olyan ez az egész város, mint egy nagy falu. Már jár, nem gyertek le! Tud így. Döbbenet, egyébként döbbenet, de tényleg. Bejövök a határútra villamossal, ugye már láttam, hogy hatalmas a tömeg, nem mondom, akkor oké, megint nem jár a metró, jó, mindegy, túléljük. Hé, bennáll a busz, felszállok a buszra, kidőlt, hogy szolgálati jára. Ne! Bementem egy járműtelepre, ott már szóltak egyébként a buszonaizék, az ott dolgozók, hogy nagyon kedvesek, helyesek voltak egyébként, mondták, hogy Janikám, rossz buszra szálltál, de majd visszagyalogolsz egy picit, majd egy pár száz métert, és akkor megint ott találod magad a határúton, úgyhogy visszagyalogoltam.
De feltett felszálltál, és elindultak veled? Persze, elindultak. Ők nem tudnak, mert nem állhat meg úgy az útszélén, csak hogy kinyissa az ajtót, hogy a hülye leszálljon. Úgyhogy tök igazuk volt, egyébként a járműtelepnek a bejáratánál sem állhatott volna meg, de ott azért megállt, kinyitott az ajtót, visszagyalogoltam. Hallod, ez nagyon kemény. De jó volt, mert odaértem, és na, mondom, nem maradtam le semmiről, látom, oké, a pótlóbusz természetesen még mindig nem járt, viszont szóltak, hogy a metró elindult. Jó, lementünk, metró már benn is várt, ott állt az a pár száz ember felszáll, várunk egy perc, két perc, három perc. Igen, írták a hallgatók, hogy most indul. Igen. Elnézést kérünk mindenkitől. A kedves utazóközönségünk, kérjük, szálljanak le a metróról, lezárjuk a állomás, sajnos műszaki okok miatt nem fölmész. Pótlóbusz még sehol, de közben meg ugye jönnek be a villamosok, jönnek be az agglomerációból a buszok. Már annyian voltak, hogy ez elképesztő. Taxi természetesen sehol, meg hát azért bocsánat, nem azért fizetünk 10.500 forintot havonta, hogy utána taxizunk, úgyhogy elindultam gyalog, és a Közecseri útnál meg. Gyertek át már, jár a metró! Óriási ez a... Ahogy szólsz a másiknak. Nem, azt látom, hogy elindulsz gyalog, és még egy ilyen hajti-pajti biciklivel elüt. Nem, tehát ez így teljesen följöttél a felüljáról, elindult, átment egy lámpár, ami zöld volt, és balról egy hajtáspajtás bringával. Pont ezért kapcsoltam ki, mondom, gyalog jövök, most még itt azt hiányzik, hogy itt hallgatom ezért az új Slash-t, és akkor még közben valaki hátulról elnyom egy biciklivel. Igen. Na, most azt írja a BKK, hát nem tudom, hogy ez most akkor igaz vagy nem, de hogy a 3-as metró ismét a teljes vonalon közlekedik. Egyébként nagyon drágák, mert azt írják, hogy köszönjük a türelmet. Az Ecseri és a Népliget úti szakaszt meg tudom erősíteni, az egy megálló az ott. Igen, nyilván ők nem tettek róla, ők abból főznek, ami van. Persze, hát a metró felújítás az nem az ő dolguk, de minden esetre köszönjük a türelmet, írták egyébként nagyon-nagyon rendesen. Úgyhogy jár a metró, hát ez egy nagy kollektív, egy ilyen, hogy is mondjam, ismerkedési est, vagy ismerkedési reggel így a fővárosban, nem? De is hívsz, én is hívok, hát ha van ott valami jó csaj, hát ha van ott egy pali meglát egy nőt, egy nő egy pali, tehát itt valami, a pozitív oldalát próbálom nézni. Most nem hiszem, hogy szivararányokat, meg nagyon be volt burkolozva mindenki, de hát igen, és így hosszú távú kapcsolatot nem nagyon tudtam kialakítani. Nem lehet, ilyen, nem lehet átnézni egy fél mosoly, nekem ez a kocsiból egyébként annyira hiányzik. Oldalra nézel. Hát senki nem néz vissza, mindenki bele van merülve a saját gondjába, de ez a régen emlékszem, ez a villamosról átnéztél kicsit, az ott jó. Volt egy mosoly, kicsit rád mosolygott, te is, és már jobb volt a napod, a kocsiból tök magányos volt, tehát semmi nincsen, maximum két ilyen párhuzamosan merül, nem tudom, Suzuki is, ami felhúzott magad. Van ilyen, hogy ikkor a reggel azért egy kislány így mosolyog egyet? Most ilyen körülmények között nem hiszem, nem, sokan nem jutott az eszébe, tudod, így ez a tárdogászott a peron, és akkor... Szintén szívsz. És elveri rajtad a táskáját, igen. És 10.500-ért ezt kapod, jó van akkor. Hát jó, igen, persze, ilyenkor nincs az embernek kedve szemezgetni, de azért ez régen jó volt, én azt szerettem, tudom. Kicsit átkacsi. Igen, és ugye az önbizalmat kell. Van egy plusz vonal jegyem, most ugyan semmire se jó. 10-es gyűjtőből nekem is megvan még 8. Igen. Na mindegy, szóval gyerekek, jár a metró. De egyébként meg, ha belegondolsz, mikor volt utoljára ilyen hiba, hogy nem tudtál metróval közlekedni? Egy hónapja? Kettő? De igen. Hát azért két hónaponta egy. Persze, kis egészségügyi séta. Kicsit rohangálsz, garázsmenet vissza. Így van. Mikor mentél volna be busszal garázsmenetbe? Soha. Hát velem azért mondjuk előfordul néha. Jártam én már villamosan is bent a remízben, egy picit megaludtam rajta, vagy ilyesmi. Kis kalandó. Igen, meg kedvesek voltak, helyesek voltak. Szerintem egy picit fel is virítottam őket itt korán reggel, hogy itt jöttünk. Örültek minket. Jarikál, már rosszul szálltál, hát ez nem jó neked. Feldobtad a reggelüket. Kolléga, álljon már meg itt, rokjuk már le őket, ketten felszálltok. Igen, hát ez. Na ez kemény. Nem értem én, hogy amikor felszállsz, akkor miért nem szól, hogy nem oda megyünk. Ne, hát hogy nem tudtad, de most ott voltak rajta 60-an, mit tudom én, a buszon azért arcról egy hirtelen, hogy a buszvezető nem mondja meg mindenki, hogy igen, Józsi, Dezső, ott a Margitka, ott van a Teri, jó, de ki az a kettő másik új alkalom? Ez nem egy üres busz, nem egy üres busz. Jaj, az nem üres busz, hát te egyedül felszálltál. Csak ilyenkor az lehet, ez kicsit olyan, mint a kitörés Budapest ostromakor, hogy minden járművet bedobnak, tudod, így menjen mindenki meneküljön, amerre tud, és akkor azért a BKV ilyenkor beszokott szórni minden buszt. Tehát, hogy így hirtelenjében nekem teljesen kézenfekvő volt. Gyere, Józsi, gyere, garázsmenetők, nem baj, mit jelök, addig is érzik, hogy utaznak, vidd őket a garázsba. Most én utcával lejjem vagyok, hogy nem, ez a viccál, hogy az van, ne viccelj. Mire onnan kitalálok, addigra megy a metró. Depójárat vagyok, letörődj vele, ne mondd el nekik, csak adjál gázat, induljál, ez majd lesz. Ha feltűnik nekik, nyisd ki az ajtót, ha nem, akkor majd a garázsba. Azok nem rám válnak, de hogy is, ha jövendik tovább, mozgásba legyél, igen.
Látod, régen nálunk a faluba az volt, hogy felszálltál délután a buszra, mentem be Békés Csabára zeneiskolába, és akkor Erzsike néni, akkor még külön Kaller volt, a csuglós busz közepén volt egy ilyen beülő rész, oda ő beült, azt hiszem Erzsike néni volt, és ott vetted a jegyet. És akkor ő mondta, hogy Ferike, a anyádnak Csabára hozzá már egy kiló, mit, én mit, mert ő találkozott vele, én meg nem. Mindenkit ismertek névről, barátság volt, béke. És akkor volt előre a sofőr, középen ült Erzsike néni, fölmenti, megvetted a jegyet, és egyébként az üzeneteket átadta. Hát ez, mondom, itt is egy picit érzem a falu feeling, mert itt kiabál mindenkinek, hogy mi jár, mi nem jár. Meg ráadásul az volt egyébként a tanulságos, hogy az emberek olyan csendes belenyugvással tűrték az egészet, tehát megszokták. Igen. Már nem mérgelődtek, nem üvöltöztek, nem káromkodtak. Meg van az a pont, ami nem tudsz mit, ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ez Bismajor, nem? Itt már nem is tudsz, megint nem jön. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen tárlatvezetés, csak nem tudtuk, hogy mit kell nézni. Tudod, itt áll egy metró, itt egy másik, ez is leolt. Az füstöl. Itt egy busz, igen, ez már kicsit régi, ez egy szolgálati járat, de maguknak nem jó. És akkor így az emberek így A-ból B-be így sétálgattak ilyen kis kedvesen, nyugodtan, mindenki kis táskájával, kabátjába, de iszonyatosan sokan voltunk már. Hát igen, ez összekovácsolt benneteket. Ez kemény, gyerekek. Én nekem csak a szokásos, majdnem elfogyó benzin volt reggel, úgyhogy én nem is értem, ezt miért sütöm el mindig egyébként. Magamat szórakoztatom. Benneteket a metró szórakoztatni. Konkrétan most vásárolj be, mert padlón vannak az árak. Most kell, igen. Teletank legyen, ne 5000. Most pont 5000-ért tankoltam egyébként, de tényleg egyre jobban elnőjesedem ezen a téren. Tehát miért jó az, hogy úgy jövök már is? Úgy megyek a Szerémi úton, vagy nem is tudom, ezen a 2x2 sávos úton, mert megy a Duna mellett, hogy rángat a kocsi. Tehát, hogy ebben mi az izgalom? Ez, hogy beérsz-e? Ez. Üres, gurulok 100 métert, majd az volt a technikám, hogy valahol ott a nullás alatt felgyorsultam nagyon gyorsan, hogyha kifogy a benzin, akkor is el tudja gurulni a benzinkútig, mert aha, ott van egy ÖNF-kút ott a 2x2 sávos útnak a végén, még ott a Budafoki lehajtó előtt. Még a Dunaparton van. Még a Dunaparton lent van, igen. És az volt, hogy felgyorsultam 130-ra, és azzal gurultam gyorsan, hogy beérjek. És nem volt ám pénz, és összekapartam nyomorúságosan 500-asokból egy 5000-es, és abban tankoltam, és kiírta a kocsim, hogy 90 kilométerig még jó vagyok. De ebben mi a jó? És az, hogy olyan dolgokat tudsz az autódról, amiket más nem, aki mondjuk így rendszeresen tankol, meg soha nem várja meg, amíg tényleg száraz, meg koppan már az alja. Te meg mindent tudsz az autódról. Te tudod, minden, hogy mi történik majd, igen, akkor abban az esetben, hogyha kifogynak a benzinkutak, hogyha jön egy ilyen Mad Max szindróma, és egy ilyen posztapokaliptikus stressz vagy sok éri a Kárpát-medencét. Igen, még akkor a rángatással mennyit tudok elmenni, konkrétan rángatott a kocsi. Tehát az volt, hogy gáztat, és már nem mindig veszi a teljes gázadás, hanem már olyan, mintha így állna le. És olyankor rá kell ülni az elejére, azt tudtad, hogy fölveszel három embert elejére, mert akkor lefelé áll. Kicsit lefelé áll. És akkor tankol még oda csarog. És hát úgy tudsz menni, hogy három ember ül az orrám. Nem tudom, miért csinálom egyébként. Három mexikói, nekik mindig kell a lé. Igen, nekik mindig jó. Szóval egyszerűen nem. Viszont nagyon jó fej volt a kutas, mert kijött és megtankolta nekem, tehát nem kellett bemennem, kifizetni, és odaadtam neki, hogy vidd már be, léci. Plusz 200 forintot, és 2002-ből megúsztam. Egy szörnyű, hogy ránézel a komputered, és kiírja, hogy 90 km-on a tankoljál újra. A tankodál 5000-ért, tehát mondom, mi vagy te? Egy benzintemetőd, aztán egyébként nem, mert 9 liter teszik százon. Csak viszonylag valahogy sokat kellett keresgélni a 300 méteres tömlőt, amivel elért az autó. Nem tudom, már elképzeltem magamban, hogy mi van, lerobbanok, írok SMS, nem hiszitek el, persze elaludtam, jó van, mert kifogyott a benzin, hogy aha, fogom megmagyarázni, bár rájöttem, hogy fényképekkel fogom dokumentálni, ott állok a benzinkúton, hogy ne gondoljátok azt, hogy jó, hát azt akkor alszom, is meg lehet csinálni, hogy alszol. Hát akkor azért nehezebb benzinkutás fotót csinálni dátummal, mit tudom, 6 óra 9. Zikasz. Benzinkút. Úgyhogy tényleg csinálhatnánk majd egy hármas ilyen képet, hogy mi fölrakjuk a Facebookra. Szerintem rengeteg ilyen szimpátia lájkot kapnánk. Az egyiken Feri áll egy elakadásjelző háromszöggel az Alfa mellett. Hogy ilyen Balázs egy üres kannával, én meg a tömegbe integetek. Gyerekek, simán. Simán meg egyik reggel egyikünk se ér be. Mind a hárman. És tegnap még mentem át a gyerekért, mert egy kis barátjánál játszott. Egy másik baráti család, nem 500 méter ennyiben kocsival megyek, nem fog sétálni. Gondoljátok, hogy átsétálok. A friss levegő nagyon veszélyes. Egyenes 100 méter, balra 50 méter. És még ránéztem a mutatóra, és láttam, hogy nulla. És mondom, Bali, holnap korábban kell kelned, mert tankolnod kell. Ahogy hazaértél, ez 6 óra, 5 óra 48-kor ülök be a kocsiba, tehát nyitom fel a garázs, és látom, Jézus Isten, két napja nullánál a mutató. De ezt csajok csinálják ezt, nem?
Ezért a palik ezt nem csinálják, ezt én sem csináltam régen. Szóval Viki csinálja mindig, hogy még van benne, ne kell rátankolni, tudod. Nem mindegy, hogy most költöd el azt 3000-et, vagy holnap költöd el, így is úgyis el kell költened, nem? Ez azért vannak még mindig olyanok, akik úgy gondolkodnak, hogy húha, holnap 3 forinttal olcsóbb lesz, hallottam a hírekben. Nem tudsz rajta annyit fogni, hogy ez megérje. Azt én sem értem. Azt megmondom, hogy én sem értem, mert ha mondjuk tankolsz, ha 40 liter tankolsz, akkor 120 forintot nyertél rajta. Hogy most? Fura. Az fura, igen. Azért az, igen. Megéri a kockázatot, hogy aztán ott átcsorogja az út célén. A legfurább a múltkor a Pali elmondta, azt lehet, hogy meséltem, hogy tankoltam egy kúton, és tankoltam azt mondom 1000 forintért. És mondtam, mi volt a legkisebb, amit kiadtatok. És mondta, hogy bejött egy csávó, sűrű jár be hozzájuk, 100 forintért tankolt. Nem is adhat. De azt mondta, hogy valahogy, de a legkisebb kiadható mennyiség azt hiszem 2 liter volt, de valamilyen kannál, vagy valami 100 vagy 150 forint. De mondom, és én is ezt kérdeztem, hogy figyelj, hogy van az, hogy a legkisebb kiadható mennyiség? És nem tudtam, beletankolta, de megállította valahogy, és 100 forint is letette a 100 forintot, és többször bejött vele. Nem tudom, hogy mit csinált vele. És aztán ez 2,5 deciben. Valószínűleg valami picit bolond volt. És a pisztoly végét még egy gézdarabba kitörölt, és azt is belecsavartattam. 100 forint, holott a legkisebb kiadható mennyiség is, nem tudom, mit tudom, 2 liter, és akkor szóltak neki, hogy ezt nem kellene. Hát azt tudod, hogyha leemeled a pisztolyt, és mondjuk a földre leteszel egy ilyen lapos kannát, és odáig leviszed, akkor még van benne. Tehát azt ki tudod folyatni, az egy ilyen 1-2 deci. Na, hát ezt nem tudtam, de... Tehát ha végigjárnál egy csomó kutat, akkor meg tud úgy tankolni a kocsit, hogy nem kerül pénzbe. Csak mire végigmész, addigra pont kifogyott. Azért az mókás lenne, hogyha azt látnánk, hogy hazafelé menet, így valaki beáll a kútra, vagy a kutasok meglátnak Balást, hogy itt egyik kútról a másikra megy, és akkor lerakosgatja az izéket, lerakosgatja a pisztolyokat a földre, és mindigből kicsarog még egy-egy deci. Érte? Igen, ezt csinálnám, mennék pisztolyról pisztolyra szépen. Figyelj, 10 pisztoly, 1 liter. Hogy egy picikkel számolunk. Szóval eseménydús reggel. Hát kellenek ezek? Milyen unalmas lenne egyébként bejönni csak úgy, nem? Hogy felülsz a metróra, tankolás nélkül bejössz. Tehát ezek ettől én fölébredtem. Tehát ez nekem most így meghozta az adrenalint, hogy elérek-e a kútig, vagy nyomorúságosan megállok, és már azon gondolkozom, hogy felhívlak benneteket adásba, hogy szóljatok valakinek, hogy hozzon nekem menyát. Mert ugye mi lett? Hát vészvillogozol, a büdös életben nem áll meg neked senki egy sötét úton, ott valami fura csávó, ott vészvillogozik, tehát így kellett volna. Úgyhogy ez történt, gyerekek. Be is tolhattad volna a benzinkútig a Verdát. Könnyű autó. Egyedül. Igen. És aztán kézen állva mentél volna az ilyen ízével, ilyen eldurrant vádlikkal, így betáltolottál volna. Amorult egy helyzetek ezek a reggelek. Na mi van? Egyébként minden oké? Okay? Minden rendben? Egyébként minden fantasztikus. A Budakestnél nincs pénzetek, senki nem ott tartja a jólói pénzét. Nem. Nem adtátok nekik oda, nem ők forgatták, nem ott tárolták. Gyerekek, ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. És az, hogy limit van, ez a kifizetési limit, ugye, ami azt hiszem 1 millió forintig. Ez nagyon kemény. Ha 5 volt bent, akkor a 4-jel. Nagyon durva. És jó. Akkor tudod, vidd a brokerházhoz, mert ők értenek hozzá, majd ők megforgatják a pénzedet, majd adnak jó tanácsokat, hova tedd a lóvédet. Ez nagyon kemény, és hány ember kapaszkodik most a pénze után, ráadásul azt nem értem, hogy azért a felügyelet ez hogy nem vette észre éveken keresztül. Hát azért itt most állítólagosan, hát majd ugye kiderül azért, hogy ez 8-10 éve itt valami brutális dolgok történnek. És hogy hát azért van egy pénzügyi felügyelet, akiknek azért ezt ki kellett volna szúrni, hogy észre kellett volna venni. Hány ember, kis ember az összegyűjtött pénzét tette oda, nem? Hát 1 millióig fizetnek ki? Most 1 millióig, igen, az van. És tehát... de aztán van valami garancia, azt hiszem, a többi biztosító, igen, a többi broker cég, tehát hogy valamennyit garantálnak neked, de nem tudom akkor igazából, is, hogy meg, vagy nem tudsz hozzájutni ugye a saját pénzedhez, nem férsz hozzá a számláthoz, tényleg nem túlzás, hogy azt mondjuk, hogy dráma van, éka. Nála is, szegények, ők se tehetnek róla egyébként. Hát, meg az ő cégértékükből ez nem von le, csak hát ők vezették be a tőzsdére egyébként a norvégokat is, igen. És hát szóval nagyon-nagyon kemény. Olvastam, egy-két megszólalót, akik ott toporogtak ugye a ház előtt, és mondták, hogy szeretnének hozzájutni a pénzükhöz, hát az embernek a szíve megszakadt, hogy gyűjtöttél, egy életmunkája odaadtad, és nem nyereség vágyból adtad oda, mert hát ezek legálisan működő cégek, tehát nem valaki azt mondja, hogy figyelj, forex ezeknek egy kicsit, és akkor majd okos baj. Megduplázzuk, hanem azt befektetésekbe rakták. Hát kezelték a te pénzedet. És ezért csak arra kelsz, hogy rendőrök vonultak ki, és vége van most egyelőre, aztán majd valamikor lehet, hogy visszakapod. Hát ez szörnyű. És szerintem így hitelben, bizalomban gyakorlatilag az egész szakmának. Sajnos ez rengeteget ártott. Most nem fogsz rohanni egy ilyen brokercéghez, hogy akkor egy kicsit forgassuk meg a lóvét. Persze, mert hogy annyira hiszek benne, hogy ebből most, tényleg most majd nincs is meg a pénz. Az. Tehát el is költődött a jelentős része, és akkor szépen fogalmaztam.
vagy csak valami titokzatos üzletben van, és majd jön vissza. Hát ez az, amit nem lehet. Ez, amit próbáltak ugye a svájci frank ingadozásra fogni a dolgot, de hát aztán kiderült, hogy ez túlságosan sok köze nincsen. Hát most... Igen, kemény. Én ezt sajnáltam azokat az embereket, hogy sajnálom őket. Igen, nagyon nehéz lehet azért ez így, igen. Ugye 100 milliárd körüli összeggel nem tudnak elszámolni? Hát azért az... 100 milliárd. Igen. 100 milliárd gyerekek. Nagyon komoly összeg. A végén mindig odajukodunk ki, hogy a legjobb a tolpárna. Te halkan beszélsz, nem, vagy halk vagy nincs rajtad füles azért, mert már tollak max, de olyan halk. Nincs rajta füles. Olyan meg szerény vagyok. De olyan halkan beszélsz, hogy már egy... Van egy szint, amikor már az embernek tényleg azért van mire szerénynek lenni. Már úgy megtoltalak, hogy... Ha ez fizikai kontaktus lenne, már ülni nem tudnál, annyira betoltalak itt, de hogy egyszerűen halknak érezlek. 100 milliárd! Na mi van, Áki? Jó reggelt kívánok! Le vagy harcolom, szarul. Nem, jól nézem. Nem, csini vagy. Nem, köszönöm. Kell a leharcot. Képzeljétek el, hős a feleségem, azt mondta, hogy szarul nézek ki, úgyhogy akkor tessék lemenni a egyik másik szobába, és én ott aludtam. Úgyhogy bevállalta egyetlen az éjszakát, tudtam aludni. De hazaengedték a gyereket, vagy nem sárgult? Hazaengedték, igen, most bevittük, megnézték, azt mondták, rendben van, ez még nem az a fajta sárgaság, nem, amiatt aggódni kell. Csak cseréljetek égőt a lámpában, mert picit. Húzzátok már ezt a rohadt függőt, és engedjetek be egy kis természetes fény, akkor nem lesz sárga a gyerek. Igen. Az egyszer erejével valaki tüntesse már a sárgaságot az ablakról. Szóval nem sárga. Nem, rendben van minden. Meg szoptatással elmúlik egyébként. Megkérdeztem otthon is a feleségemet, mondom, hogy mert nálunk is volt. Ugye besárgultál? A virág, igen. Ja, azt hittem. Én is rettenetesen besárgultam. Anya, de mondta a feleséget, hogy szoptatással elmúlik. Mondok, ezzel még dolgozzál, anya, mert én annyira sárga, hogy nem tudom, mi lesz így. És ő is mondta, hogy egyébként sokat szoptat a gyereket, és akkor utána gyakorlatilag magától elmúlt az egész, egy természetes dologról van szó. Tehát, hogy... Igen, csak van, aki úgy sárgul, hogy az első pár napban még nincs anya, tej nem tud szoptatni, viszont a gyerek már sárgul, és azért az egy padhelyzet. Így volt, hogy nem igen, volt. Nem úgy tud... engedtek haza, hogy most már nem fog besárgulni, a igen. Gyerek úgy eszik, mint a nem tudom micsoda, tehát rengeteget, na, és mégis most sárgult be. De aztán hazajöttetek akkor. Igen. Hát nálunk annyi tej volt, hogy az auláig nem jutottunk le, és már mindent összefröccsöltünk. Igen? A street party volt? Nagyon volt bőven, jutott is, maradt is. Na jó, van, szóval aludtál akkor. Így van. Hát ha nem ennek ilyen párja van, hogy aludhat, és ő megoldja az éjszakát, úgy azért könnyű. Így van, innen csókoltatom. Na, most még alszik egyébként. Hát remélem. Mert nem úgy, hogy most jelen pillanatban, hanem az első pár napban. Ja. Utána, fiú, ugye? Fiú. A gyerek. Ez már legális, engedték, hogy Istenem, hol Amsterdam? Amsterdamban volt. Négy napja fiú. Hogy még nem változott meg. De csak utána szívtatom. Mert ha előtt is, akkor jó csúl behúztak. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Igen, volt ugye a véleményes hétfői, amikor én buktam, tegnap viszont Bali visszaült a pacira. Gyerekek, én már visszaültem gyerekeket, én már tereplovagolok, már mit tudom, már bejártam a félbükköt. Talán két elvesztett meccsem van ebben az jó évben, vagy három. És ha azt is megnyered, akkor Himalájára lovagoltál volna. Én nem tudom, megyek már gyerek, meg már körbe lovagoltam az egyenlítőt. Idén nagyon, újra nagyon hasítok. Fél hét múlt egy perce lehet jelentkezni SMS-ben. Itt írják többen, hogy mit akartam mondani a telefonról, mondom majd, nem felejtettem el. Szeretnék egy kicsit háborogni. Viszont most mindenki jelentkezzen, aki játszani szeretne, jó, arcoskodjon, nyugodtan hívjon ki bennünket, bántson meg, teremtsen le, minden belefér. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után, fél hét múlt, pontosan 2 perccel. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és nézzük gyorsan a közlekedés híreket. 3-as főút forró, beltöletén van egy trafipaxunk, ezt Begyes küldte nekünk. Az M0-as Diósdi kihajtójánál a 7-es úton nem működnek a jelzőlámpák. Zoli írta, köszönjük szépen. Székesfehérvár Várpalota között a 8-asról beterelnek Csorra, valószínűleg baleset miatt. Kiskócos üzeni, valamint állítólagosan most már jár a 3-as metró, úgyhogy hallgatóink megerősítették, Jani megerősítette, sőt, mi több, a megérkezésével erősítette meg, hogy a én kis, vagyok az élő bizonyíték. Igen, kis kék szörnyeteg újra elindult. Igen. És jár. Bizony. Hál' Isten. A Bezecseri út és a Népliget között tudom megerősíteni az összes többi szakaszra, vagy vonalra, vagy mindenféle állomásokra. Léci, küldjetek nyugodtan SMS-eket, hogy ott is jár már. Jó? Igen. Súlyos baleset a 4-es főúton Debrecen és Ebes között áll a forgalom. Ezt Mastiff küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk méghozzá. Hát a szokáskos kis fekete fehér igen nemünket már itt is van a játékosunk.
A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, D, hello, Jani és hello, Feri. Hello, 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 hello. Martin, hello, Martin, de jó neved van. Meg, hogyne. Ennyi év után, hát ne hülyeskedj. Ennyi év után. Ennyi év után, két másodperces kiesésed után. Barátság után, igen. Már játszottunk? Már játszottunk egyszer. Nem ismerte most meg hangod, vagy nem ugrott be, pedig általában megszoktam a volt játékosokat. Kapolcától voltam még tavaly, ugyebár. Akkor ejtette neki. Aha, hát erre most így nem emlékszem, meg hát ha kikaptam, igen, akkor miért is emlékeznek, hadd felejtse. Hadd felejtsem el, hess innen. Martin, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Megyek pingvin gyakorlatra. Pingvin? Pingvin gyakorlat? Pincér leszel? Aha, így van. Az mi ez, micsoda? Pincér gyakorlat, tényleg? Igen. Hát, hogy mi úgy szoktuk mondani, hogy pingvin gyakorlat. Én azt hittem, mi rosszul hallottuk Ferivel, hogy pingvin gyakorlat, de hogy jól hallottuk. Pingvin gyakorlat. És ez egy rendes gyakorlatot jelent, hogy ilyenkor vendégeken kísérleteztek, vagy bábukat ültetnek be, vagy mi történik? Persze, vendégeken szoktunk. Meg kint vagyok egy hotelban, és az a hotelban aztán... Igen, nagyon rosszul hallunk. Tehát, igen, csak annyit hallottunk, hogy egy csillagos hotelben vagy. Igen, vagy állj félre, és vegyél át minket lézire. Vagy 5 csillagos. Vagy visszahívunk, hogy nem tudom, de ez így nem jó. Itt vagy? Nem vagy. Király. Akkor ezt nyertük, nem? Na, ez a miénk. Gratulálok, mi itt vagyunk. Igen, gratulálok bármelyikünknek, aki játszott, ügyes volt. Nem állt ki az ellenfél. Én tisztán hallok minden mondatot, ami elhagyja szátokat, semmi vételi zavar. Ennyi. Gyerekek, az ellenfél nem jelent meg, ez azt jelenti, hogy ezt behúztuk, igen. Akkor ő retired most. Igen. Visszalépett. Visszaléptettük, igen. Na, hívja Anna újra. Na, halló. Hol autózhat? Itt vagy? 98%-os lefedettségben. Remélem, hogy hallottok rendesen. Most jobb. Nem is vagyunk kiagosítón, ugye? Nem, de hogy is. Merre autózol? Nem autózok. Éppen buszon ülök. Aha. És megyek Dánkára. Jó. Oké. Úttörő tábor. Kivel szeretnél játszani? Kivel. Kivel? Tényleg? Úgy jönni van. Nem hogy milyen kemény, mint a, vagy olyan kemény, mint a 3 napos kirítót. Nincs rossz, amikor egy hallgató arcoskodik, és mi nem halljuk, mert rossz a vonal. Tehát neki se jó, és nekünk se jó, de ez senkinek nem jó. Jó, ha megpróbáljuk, ha nagyon rossz a vonal, akkor bontjuk, jó? Mert az élvezeti faktorra nekünk azért figyelni kell. Jó? Na, akkor Martin, kész vagy? Igen. Akkor 3-2-1, és tessék. Martin. Hello, Jani. Szia, Tapolcai vagy? Így van, ott is laksz? Persze, egyértelműen. Gyula Keszi, megvan? Meg. Ott van a közelben. Ott van, mellettünk. Persze. Szoktál följárni a Csobáncra? Tessék? A Csobáncra szoktál följárni? Én szoktam. Ezt megképpen a videóval, ugye. Állítsa meg, várja, megállítom. Valamit mondtak. Én úgy hallottam, hogy néha szoktam. Nem azt, hogy igen szoktam, néha? Hanem néha szoktam. Igen. Akkor megyünk tovább. Óra tovább. Jó. Megyünk tovább, semmi gond. Azt hittük, kimondtad az egyik tiltott szót. Tudod melyiket? Halló? Martin, itt vagy? Hallasz? Martin? Válaszolj! Mindent fogtuk hallni. Gyerekek, Martin megint eltűnt. És mit csinál el, Miki? Pam-pam. Csak a szokásos. Tehát az élet minden területe rendben van, kivéve Martin. Minden ugyanúgy zajlik, mint minden reggel itt a Bornisóban. Martin, gyerekek, ez élvezhetetlen. Jó, de akkor most mi van? 2-2? Semmi, egyezünk egy döntetlenbe. Ott fut a gyáva. Igen, na ennyi. Visszahívhatjuk újra, egyrészt időnk sincs már. Ott menekül a gyáva távolsági busszal. Nem, az még nem lesz jobb, gyerekek. Jó, ezt most engedjük el, nem húzzunk be senkinek pontot, de harmadszorra már ne próbáljuk meg, mert nem élvezhető így. Uh-huh. Úgyhogy akkor marad az egy-egy? Marad az egy-egy. Szerintem is holnap folytatjuk. Maximum döntetlenre hozunk egy hetet.
Nem? Valahogy el tudjuk engedni a, még egyszer mondom, 7 nyert után. Na, az is belefér, a kikapunk. Anna visszajövőd, megmondod neki, ne haragudjon, de nem, egyszerűen nem, ez nem működött. Elment, rossz volt. De kicsit azért csezd le, mert nem volt térereje. Tehát ahogy szoktad, Anna tudod, ilyenkor vért iszik. Jó, lehet, hogy meghajált a szolgáltatónak a reklámja. Na most mi van? Most le ne szúr már. De hogy nem szúrom le. Hát nem, miért bántad? Hát nem volt térereje, busszal utazik. Ezért ne bántsuk egy hallgatót, mert nincs térereje, mert busszal utazik. Hát nincs, tegyen egy antennát a fejére. De le fogom szúrni, megmondom. Miért? De ne szúrd már le. Most beavatlak egy kicsit a titokba, de nagyon-nagyon gyorsan. Tehát ő már tegnap jelentkezett a játékra, mert ő Tapolcai Rádiónál dolgozik, tehát szegről végről ő kolléga. Igen. Most sok ember hallgatja. Már be volt tízítva mindenki, hogy ő itt arcoskodjon. Igen. Ehhez képest egy olyan helyzetben van, mint rádiós szakember, remélem hallod, hogy hát nem jelentkezünk jó, úgy, hogyha te mozgó állapotban vagy, hát csak tudsz egy rádiózás csinyáról. Hadd vegyem meg kicsit a hallgatót. Mit kellett volna csinálni? Tegnap fölülni arra a buszra, ami ma megy, fölhívni az anyját, és végigbeszélgetni az útvonalat, hogy végig hallasz-e mama? Hát azért azt gondolja az ember, hogy ha buszon utazol, azért térerőd van, és biztosítja a szolgáltató, hogy legyen térerőd. Tehát azért ne bántsunk egy hallgatót, mert nincs térereje. Hát nem, hát azért ezért ne szúrjuk le, hogy nincs térereje. Te szemét bejelentkezel a játékra, majd kiderül, hogy egy mozgó buszon nincs térerőd. Hát mi a hallgató vagy te? Hát jó, ezt nem tudhatja, rendben van, oké, de hozd magad olyan helyzetbe, ahol nyugodt körülmények között tudsz játszani, hogy úgy mondjam. Vagy várd meg a következő busz, vagy mennyire, mit tudom én, hát figyelj, szabad napra, vagy mit csinálja. Ha kiállás közben a távolsági busz nem nyomott el véletlenül egy adótornyot, akkor nem ők a hibásak. Hát jó, oké, rendben van. De egyébként hány hallgatónál van tényleg ez? Érted, hogy jönnek, mennek, biztosít mozognak. Biztosít csonadás környezetet magának. Persze, hát milyen dolog? Hát a rádió szakember. De gyerekek, hát minket azért mozgás közben hallgatnak. Hát az, hogy nyilván. Hogy kocsival megy és nem áll félre, az oké, akkor álljon félre. De egy buszról nem fog azért leszállni, nem? Hát egy buszon feltételezi, hogy van térerő. Igen, és a szolgáltató neki biztosít. Én nem tudtam, hogy arról nem lehet, hogy csak reklámduma 90%-os lefedettség. Igen. Na vonulj vissza a kis kuckodba, és egyéb zizit. Ápolom a lelkét. Most sajnálom őt a nyomorultat, mert most sajnálom. Ha nem sajnálnám, akkor... Sajnálom, hogy nem oszthatod ki. Sajnálom, nem lehet ez elérni. Van. Ha ilyen vagy, amikor sajnálsz valakit, sose sajnálj. Hát inkább utálj, vagy haragudj rám. Hát megváratta volna a következő busz, azt nem játszik. Persze, késsel a munkáját, mert játszik. Hát persze. Jó van? Na. Bocs, a késésért, de győztem. És ezt mondta volna a pincérvizsgán. Egyéz, Izi. Megyek. Hívjuk már fel a Petit. Tegyen már boldoggá. Valami legyen. Tudják már a havi egyet, gyerekek, és akkor kicsit kisimultabb lenne. Figyelj ott a kuckójába, döbbenet mit csinál, nem? Na jó van, 7 óra lesz, pontosan 1 perc múlva. Jövünk mindjárt, jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Aztán jövünk egy érdekes hírrel, folytatjuk. Feltűnt egy hirdetés 3 napja az egyik apró hirdetős oldalon. Egy egész falut adnak bérbe 2 napra. Próbálunk ennek utána járni. Mi a fenét lehet csinálni, ha bérbe veszünk egy falut 2 napra? Mennyibe kerül? És mit csinálnánk, ha mi bérbe vehetnénk egy falut 2 napra? A lakókkal együtt? A lakókkal együtt, igen. Egy szűzlányokkal együtt, igen. És te tiéd az első éjszaka. Alkalmi nagymama, alkalmi nagypapa. Igen, végig lovagolhatsz a kis falun, és választhatsz a jobbágyait közül. Tehát lehetnék kisbíró is például? Persze. Igen. Eljátszunk majd a gondolattal, hogy mit csinálnánk, ha miénk lenne egy falu 2 napra, jó? 7 óra van pontosan, jövünk Ákos híre után. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hello! Itt vagyunk, és már is belevágunk a közlekedési hírekbe. Az M3-as bevezető lassú a bejutás, Bankos Kriszta küldte nekünk. Csornál a Veszprémi irányban műszaki mentés miatt elterelik a forgalmat, ezt GT küldte nekünk, aztán mérnek a rendőrök a 47-es főúton Derecske után, a Csemete kertnél üzeni nekünk. Geri, valamint a 8-as főút 20-as kilométerénél veszélyen felé a szél feldöntött egy kamiont, azért van terelés, ezt René is elküldte. Többen kérdezitek, mi a helyzet a 3-as metróval, most jár, hogy meddig nem tudjuk, minden esetre most minden rendben van, Jani is ideért, többen is beértek, úgyhogy... Nem ide csak én. Ide csak tehet, igen, ide kevesebben jöttek, csak Jani, viszont jár a 3-as metró, úgyhogy ha valami történt vele újra, vagy történni fog, akkor azt mondjuk. Természetesen. Beégett el Miki, ezt éneklem magamban. Köszi Miki. Köszi Bali. Ami jó, az jó. Ami jó, az jó, igen. Én ma véteg dallamtapadással ébredtem, úgyhogy... Melyiket? Az egy csepp, a nyári eső hullik rád, és belelépsz a pocsolyába, és itt a nyár, tudod, akarom megmutassam? Tudod, hogy meg kell minden hallgatni. Minden viharhoz azt. Egy jó nagy tócsa jár, és ezt énekeltem, és nem tudtam, hogy ez mitől éget. Nem, de képzeld el.
Ezt énekel, ez a minden viharó, de jó nagy tócsa jár, beleléptél, átáztattad szívem főterét. Ezt énekeltem. Szörnyű. Meg kell hallgatnod ahhoz, hogy kimenjen a fejedből, tudod? Igen. Hallom tapadást, azt csak így lehet megúszni. Nem, de akkor mi kimegyünk addig. Nem kínoznál a kezelben, neked ez a vétek dal jutott eszembe, ez már egy frissebb vétek egyébként, igen. Átáztatta a szívem főterét. Atya, és minden viharhoz egy jó nagy tócsa jár. Vannak ilyen megvan? Szövegek, amiket egyszerűen nem értesz, hogy hogy tapadhattak meg az agyadban, és hogy tanulhattad meg őket úgy, hogy aha, ez a baj, én is tudnék idézni például Piero dalból, de nem. Az fogy van, hogy reggel fölkelsz, és egy vétek dal van az agyadban. Tehát az mi történik este az álmodban? Nem álmodtam bizony. Kefirrel, nem álmodtam szamócával, nem locsolt senki le. És én hogy ülhetek fel úgy reggel az ágyban, hogy nekem senki sem hegedül? Azt megmondom, hogy talán olvashattál a Pieróval egy nagyobb cikket, most a hvg.hu-n volt. Talán akkor... Olvastad a nagy cikket a Pieróval? Nem, de a honlapján jártam valamelyik nap. Na. De hidd, hogy nem nézegetem Kefir és Szamóca honlapját. Ahol lehet szavazni arról, hogy legyenek-e új Pieró számok. Viki nem szereti a véteket? Így régről. De. És éjszaka hallgatta mellette. Biztos, hogy lehet, hogy egyél Kefirt. Aha. Ezzel üldözött engem. Kinyitottad a hűtőt, Kefirt láttam benne, és Szamócát és igen. És ennél beugrott, hogy átáztatta a szívem főterét, gyerekek, egész reggel ezt énekeltem. Segítsetek, átáztatta a cívem főterét, igen. Megvan a dallam, akarjátok berakni? Nem. Mit lehet venni 50. házasság évfordulóra? Szerintetek? Köszönöm, ha tudátok segíteni ezt, Évi. Torta 50 gyertya. Köszhely bajnok! Na és akkor mi van, de legalább lesz valami. Jó, figyelj, jobb, mint a semmi. Jó, akkor 50 torta egy gyertya. Na, az már izgalmasabb. Utazás. Szerintem csak utazás. Csak oda. Neki. Külön. Igen. 50 év után igen, attól függ, hogy vagytok. Igen, egy személyes út. Na, igen. Nagyon messzire. Hát várjál, játszunk el a gondolattal. Mi az, ami jó? 50 éves házasság évforduló. Hát már mindent tudsz róla. Már mindent megvettél neki. Már minden. Nagy igények már nincsenek. Egy hely a kerepesibe. Nem? Aha. A kerepesi úton valahol egy étteremben. Egy étteremben a kerepesin. Gyerekek, most azt hiszitek, humorizálok, Amerikában ez a divat, ne röhögjetek, elmondom, hogy mi a divat, párok egymásnak megveszik egymás mellé a helyet. Ez halálkomolyan megy. És ez egy teljesen bevett szokás, hogy lefoglalják mind a ketten, és tudják, hogy ők majd egymás mellett fognak. És megkapod a nyilatkozatot, hogy a te párod elintézte, megnyugodhatsz, és ti már biztos, hogy együtt keltek át a másfélek, és ezt csinálják. Ahogy nagy divat volt a Holdon telket venni, most ez a dupla temetés, azt kapják ajándékba, és ez egy kedves gesztus, egyébként halálkomolyan mondom, az Amerikában élő ismerősöm mesélte, ez kedves gesztus, hogy én arról biztosítalak téged, hogy még a mennyországban, a földön túl is mi egy helyen leszünk, megveszem neked a közös parcellát, vagyis jelzem, hogy bármi történik, én megyek előbb, vagy te. Igen. Én azt szeretném, hogy te utána mellém gyere. Ha lehet, akkor egy terepszemlére menjél már te. De hogy mellém gyere, és ezért duplán értékesített, ugye nem teljesen ez a temetési rendszer, mint Magyarországon, megveszik egymásnak idősödő amerikai nyugdíjasok. Egyébként baromi drágán, és ha tudják, hogy mondjuk van egy Miami-ban élő nagyon gazdag amerikai nyugdíjas házaspár, ahol a papa mondjuk szeretné az óceánba szóratni magát, akkor a mama elintézi, hogy egyszerre fogják, vagy oda szóratja magam el, és megveszik ezeket különböző kuponok formájában. Van már repülőről szórás, óceánba szórás, rengeteg féleképpen engedélyezik ott a temetés. És ez az ajándék, hogy én 70 évesen megveszem neked, hogy a repülőről foglak majd téged leszórni. És de karira is lehet? Vagy csak szűr? Egyébként gyerekek, nem biztos, hogy rossz. Szóval, hogyha az egészszel egy kicsit eljátszol, ha magadhoz közelebb hozod, ha beszélsz róla, valahogy sokkal természetesebb, mint ezt az egészet eltolni, hogy jaj, majd egyszer valami nagyon szörnyű dolog történik. Tehát, hogy nem van ennek egy olyan filozófiai része, ami nekem kifejezetten tetszik egyébként. Na mindegy, erre mondtam ezt a kerepes ütet, hogy Amerikában ez egy bevett dolog. Tehát hogy egymás. Nem tudom, melyikünk hal meg előbb, drágám, de én vidékre költözöm. Igen, hogy együtt, és hogy mi még ott is egymás mellett leszünk. Van egy olyan szép része ennek, szerintem. Szép, persze. De engem Móni mindig ezzel szokott nyomasztani, hogy az lesz a kövünkön, hogy itt is együtt. Nem mondom, légy, nem már, nem már, szává, basszus. Legalább itt nem. Itt is együtt, adjál már. Figyelj, ha humorizálsz ezzel, akkor talán egy kicsit az egész könnyebb, hogy egyszer ez sajnos mindenkivel megtörténik. Visszatérve... Én üzenni szeretnék majd a kövön. Annak, aki olvassa a sírfeliratot. Nem sokára te jössz. Igen. Vagy valahogy érted. Ne röhög, hülye. Igen. Nem sokára te jössz, igen. 50 éves házasság évforduló, gyerekek. Akkor mi sem vagyunk túl kreatívak, ha nem jut semmi eszünkbe. Bizony. Jó, ha valami eszünkbe jut, mondjuk. Jó?
50 darab kaparosós. Mindig, mindig az jut az eszemről, hogy 50 éve vagytok együtt, hogy, hogy na és mióta éltek boldog házasságban? Hát 15 és 50 éve vagyunk együtt. Igen. 50 évet az irigylésre méltó. Mozi egy szürke 50 árnyalata. Aha, a szürkeség 50 árnyalata. Hát akinek ez jut eszébe az 50. fordulójáról. De vannak nagyon jó dumák. Vegyél gyémántot, üdvözlete Vajna Tibi. Egy 50 éves whisky, na ez jó. Ez például egy horror drága, de az például jó. Ha szereti, akkor az, az 50 évig érlelték, az, 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 az finom lehet. Igen. Együtt iszonyatosan bekarmolnak. Ejtő ernyős ugrás, azt is írják a hallgatók. Na, hát, azt nem biztos, hogy akarnak. Hát ha 50 hát éves házassági évforduló, akkor az egy 68 minimum. Akkor ugye? Kell, de hogy nem, az a jó. 70 évesen, na hova ugorjon az hogy ember, ha eddig nem ugrott? Hát mit, minek ne ugorjon? Írjuk, ne kezeljük úgy a 70 éveseket, mintha elfekvőben lennének. Nem kezelem úgy, mert az meg gyengébb a csontozat. Dehogy is, tessék ugrani, fölírni a bakancslistára, ha megteheted elmenni. Ugrani, ha megteheted felmászni, nem tudom, Mont Blanc tetejére. Na figyelj, jön a izé. Döbrögi, figyelek, a kardot rántad. Ettem zizit. Na mi a baj 70 évesekkel? Ne, semmi, hát szomnyaktörés kapnak, hát igazza van a teljeset. Dehogy is, hadd ugorjon, hát biztos. Nekem ismerősöm csináltatott ilyet, mondjuk 50. szülinapra, nem házasság évfordulóra. Vannak olyan cégek, amik megcsinálják azt, hogy beleszövik a te kis sztoridat a te születésed pillanatától, amikor megszülettél, tehát azt a dátumot, amikor megszülettél leadod, és az akkori újságcikkeket mindent kigyűjtenek, és ja, beleírnak téged. Ja. Nem, tehát úgy, ilyen. Hogy de van ennek egy igényes verzió, és van egy olyan... Ja, ami... hogy én igénytelen. Igen, hát mert van egy olyan... Ja, hogy tudod, hogy milyenek a barátaim, hogy igazad van, én hát valójában van egy igényes verzió, nekem egy kis könyv, összegyűjtve mondjuk, mit tudom én... Újságcikkekből, hogy aznap mi történt. Akkor mi, én ezt megkaptam eredetiből, tényleg eredetiből, tehát nem az, hogy ők kitalálják, eredeti, ami akkor megjelent az összes napilag. Ez olyan... Hát egy kis hírbe benne leszel, hogy te születtél meg, egyebek, és ott lesz egy fotód, és különben pedig eredeti dokumentumok alapján. Figyelj, én kaptam ilyet, de nagyon megható azt, hogy 1977. július 18-án mi történt a, mi történt Magyarországon. Hát én is kaptam egy magyar nemzetet, az jó. Mi történt? Semmi személyes nem volt benne. Nem írtak bele? Nem, annyi van csak benne, hogy egyel többen vagyunk. Igen. Nem írtak bele, hogy találtak a lőrinci üzék önkormányzat lépcsőjén. Igen, szemmel látott a alultáplált csecsemőt. Egy mózes kosárba letették. Egy mózes kosárba, egy szemmel látott a alultáplált csecsemőt. Igen, aki mindezek ellenére jól van. Nem volt benne? Én sem voltam beleírva, de... Na mondom, hogy van egy igényes verziója ennek, tehát, hogy amiben bele vagy írva, és eredeti dokumentumok vannak kikérve, tehát tényleg azok a lapok is, mindenféle lap, ami akkor megjelent, nem csak a magyar nemzet, minden. És akkor ő most beleírná azt, hogy Kovács István és mit én, kis Terézia házasságot igen. kötött ezen a napon. Igen. Aha. Tehát ennyiben lenne személyes ez az újság, hát amit igen, kapnának. Igen, igen, például. Igen. A Selejt bosszúja megszületett, Rákóczi Ferenc úgy. De szerintem cuki. Hát mi jó, egy ötlet. Mi is van valaki olyan... azt írja, áruld el, hogy meleg vagy. Na, egyébként az jó. Azt tetszik. Drágám, 50 év után el kell mondanom valamit. Meleg vagyok. És van 30 éve egy szeretőbb. Gyere be, Józsi. Igen. Feldobnád a bulit. Szerintem az azért lenne. És amikor becsuktam a szemem, soha nem téged láttalak, hanem Józsi, a postást. Gyerekek, higgyetek el, lenne. Nincs jobb egy meleg vízorral olvasónál. Nem. Nem mindegy. Volt már. Igen, volt. Nem akarok erről többet beszélni. Hát olyan perc, már pont elég volt. Nem ezen a helyen, ahol most lakom. De mikor észreveszed, hogy stíröli a felső testedet, és megpróbál mindig hozzáérni a vállathoz. Igen. De olyankor azért feszítettél egy biceps poszt, nem? Hát már úgy mentem ki. Beszívtam a levegőt, és így mentem ki. Dicsérjem meg mindig. Az előző helyem, ahol laktunk. Sebestyén úr, picit meghúztam tegnap a derekamat, lehajol le, és szabad tenni a vízóra bejárat. Hát persze, lehajol. Az előző helyen, ahol laktunk, a 18. kerületben, ott a pari... Na jó, minket ne keverjél be a pari. Ne, nekünk aztán ez semmi közünk. De, hogy nem. Lehet, hogy hozzátok is járt, azt észrevettem, hogy stíröl.
Ez egy dolog, hogy stiről, de amikor megjegyzéseket tett, hogy fogytam és híztam, és megjegyzéseket tett, hogy változott az edzésterven, vagy mitől vagyok most ilyen jó formában. Fél évente jön, hát persze, hogy látta rajta. És éreztem rajta, hogy nem úgy néz rám, akkor azt gondoltam, hogy nem éltél még igazán, ha nem volt meleg víz óra leolvasó. De nem csak. Nem éltél még igazán. És mindig csöngetett, és mondtam a Vikinek, hogy csak én megyek. Ez az én harcom. Fölvettem a kis feszülős pólomat. És egyetlen pozitív visszajelzés évek óta, még ez a kedves, rendes ember itt megjelenik mindig, és mindenki kéri a mellem. Nincs jobb ennél. Vagy amikor érzed, hogy így hozzád ér, hogy megfogja a válladat kicsit, és azt de mondja, hogy ezt de hogy a viharba meg? Alás, hogy fogja meg? Hát nem nyúl hozzá. Ne, de hogy? Mert nálatok a lift aknában van? Vagy? Következő volt. Ez. Megtörtént. Aha. 18. kerület. Nem, ez csak a tévedés lehet. Lehet egy fél évet laknak. Helyettesítő volt. Sokat locsoltál a nyáron, Balázs. Ezt mondtam. Ezt is így megfogta a jobb államat, most mutatom zsűrőt. Mert ugye jött össze leolvasni a vízórát, hogy... Sokat locsoltál. Sokat locsoltál a nyáron. És így fogta a vállamat. És így fogtam a kezét, és levettem a vállamat. De láttam, hogy úgy fogja a vállamat, hogyha most azt mondanám, hogy figyelj, nincs itthon a feleségem. Ígyunk meg valamit bent. Akkor bementek. De miért nem mentél bele egy kicsit, egy pikásabb? Miért nem mondtad neki, hogy és tartottad volna a tömlőt? Ja, és miért nem mondtad neki, akkor azt legalább, hogy is tudunk belőle kevesebbet csinálni valahogy. Nem, teljesen legálisan működött, igen. Hát. El tudjuk-e felejteni azt a 4 köbmétert, és esetleg, nem tudom mit. Száraz volt a kert, csöpögött a tömlő. Sokat kellett locsolnom. Igen. De már elköltöztünk, hangsúlyozom, hogy már nem ott lakunk, úgyhogy már másnál. De nem kéretted át? Tessék? Nem kéretted át? Hogy ragaszkodni szokásom. Nem már régi kedves emberekhez. Ez egy körül 6-8 éves. Hozzánk nem ő jár, csak így mondom. Persze. Tényleg nem. Meg én mondom, én azért viszonylag távolságtartó vagyok. Én azért a mindenféle óra leolvasókkal tartok egyfajta 3 lépés nem, távolságot. Én azért kerültem vele egy kicsit bensőségesebb viszonyba, mert mindig kimentem, hogy jól gondolom-e. És elmondtam a Vikinek az elméletemet, és ő nem hitte el. És aztán már kimentem tesztelni, hogy valójában jól gondolom-e, és 3-4 találkozás után jöttem rá, hogy valójában jó a megérzésem. Amivel semmi baj nincs. 3-4. Nem erőltetett picit ezeket a találkozásokat? Riki, például még a Sanda gyanú még az megvan, de hogy nekem igazi bizonyíték kell. Igen, most újra kimegyek. És mi volt az igazi bizonyíték, amikor álltatok a méteres vízaknában ketten egymásnak fordulva? Kihajoljon le. Világítson már ide, Balázs. Nem, pont úgy lavíroztunk, hogy nem volt ilyen, de amikor vannak azok a hosszabb csendek, amikből érzed, hogy itt tulajdonképpen már nem kell a szó, és már nem kéne csendnek lennie, de te tudatosan nem töröd meg, én teljesen tudatosan nem törtem meg, mert én imádom ezeket a szituációkat. Tehát minden olyan szituáció, amikor te a saját komfortzónából egy kicsit kilépsz, és valami idegen helyzetben vagy benne, én azokat nagyon szeretem. De ezekből nem elmenekülni kell, ezeket megélni kell, benne maradni. Mondom, én nem szólalok meg. És álltunk, és néztük egymást. És ki szólalt meg elsőnek? Ő szólalt meg, és megjegyezte egyébként, hogy kicsit fogytam. És egy vízóra leolvasónál 15 másodperc csönd után, amikor nézitek egymást, azt mondta, hogy végignézett, nézett, direkt nem szólaltam meg, és azt mondta, lefogytál. És így. És ez a sztori megtörtént. De ez a sztori megtörtént, ezt a Viki is tudja igazolni. És mondtam, hogy igen. És egy picit is fogyózom, és én egy picit belementem. És voltak ilyen örökké valóságnak tűnő, de egy picit azért ti is akartatok, hogy ne is múljon el pillanatok, amikor így néztetek így egymás szemébe, és akkor már így tényleg így. Nem volt, nem flörtöltem vele, nem, csak állni utána látszott jártam. Az idő, bár a szekér szaladt, és így néztetek egymást, és akkor nagy csönd. Nem. És akkor hallani lehetett, hogy jó, ahogy a tujákat hajlítgatta a szél, távolról valahol egy forradnak a fűtje, és azt mondta neked. Ez a komfort, igen? 4 köbméter. Maradhat? Nem, ez a komfortzónából való kilépés volt, amit mindenkinek gyakorolni kell. És amikor belépett, akkor azt mondta, hogy holnap jön a hideg víz leolvasó, én pedig a meleg víz leolvasó megjött a meleg víz leolvasó. Gyere ki! Mondta ezt a kaputelefonban. Nem, hát ez... A kapuból visszanézett? Nem, mert mindig úgy volt, hogy én kimaradtam, és integettem neki, persze, nagyon szomorúan kis boxer fejjel, igen, hogy most ő elmegy. És a hónaj kutyádat cibálta a szél.
hatodikon keresztül. És visszanézett nekem. Nem, és az volt, hogy hónap vége, vagy valahogy ott a havi leolvasásban voltunk, ugye, mert hogy... Hát te kérted. Igen, csodálkozó, hogy nem általányban voltunk, és egyébben egyszer kellett jönni, dehogy is. Szóval, hogy a havi leolvasásban voltunk, és tényleg két-három alkalom után esett le, hogy valójában mi történik, és akkor utána mentem én ki, hogy ennek mint egy jó oknyomozó riporter egyébként utána járjak. Hogy valójában jól érzem-e. És azért hidd el, hogy van bája. Van benne valami nagyon megfoghatatlan élmény, hogy ott állsz te egyébként a kis pólódban, nadrágodban egy meleg vízor a leolvasóval, aki láthatóan egyébként szimpatizál veled. De volt kevés olyan élethelyzet van, amit így megtapasztalsz, és azt mondta, hogy érdekes. Olyan, és ettől nem szabad elmenekülni. Olyan esetleg volt, hogy már nagyon vártad, hogy jöjjön, hogy folytasd a tesztet. Nem és volt, hogy kinéztem nyílt a kapu, és akkor egy picit így lassítani kellett a lépéseiden, mert hogy túl gyorsan kezdtél el menni a kapu fel, és már átlátszó volt. Vagy igen. A Bennynek egy ilyen kis felfújhatott tecsós medencébe, bokáig vízben állva a kigombolt inkben, Shy Guys-t hallgat. És dobáltad fel a vizet. Igen, és lőttem magam egy vízipisztolyjal, és vártam, hogy olyan, nem, én imádom. Ez hoddal, neked szól. Hello. Nem, ez így ebben a formában nem történt meg, de mit csinál 10-ből 9 ember? Zavarban van, elmenekül. Hetero. Ez lehet a megoldás. Zavarban vagy, elmenekülsz, de az élet dob egy csomó olyan szituációt, amit hidd el, hogy vicces és jó megtapasztalni, mert olyan élethelyzetekben vagy, ami egyébként halálosan szürreális kívülről. Tehát, hogy tök szürreális, és mit csinál, jaj, elmenekülsz ott, hogy és az egész életed egyébként ezáltal dögunalmassá válik. De kimenni már teljesen tudatosan egy meleg vízorra leolvasod, és kicsit cicát. Te ezt élvezted, az a baj. De hülyék vagytok. Nem, de ebben van kraft. Mi aztán vagy leváltották, vagy mi elköltöztünk, eljöttünk onnan. De hagytam neki búcsú levelet, hogy hol lakom. Tehát, dehogy is. Hozzátok nem megy? Két hónappal ezelőtt volt, egy hónappal ezelőtt volt, nagyon kedves, rendes ember volt, én lemásztam. Tehát, hogy én szeretek minél előbb túl lenni ezeken a dolgok, már nem adtam. Tehát így gyorsan. Balázs már beszélt magáról, figyezzük gyorsan, mert még dolgokban. Tehát, hogy ez nem így ment. Tegnap hozzánk becsöngetett egy nagyon kedves, szimpatikus ember, aki csak annyit mondott, hogy kimentem, becsöngetett, megláttam, én vagyok a riasztós. És így mondom, hogy... Jó, csak nem hívtuk. Igen, csak nem hívtuk. Én nem hívtam riasztóst. És akkor lett belőle egy ilyen nagyon fura beszélgetés, mert hogy de ez a 19? Igen. Én vagyok a riasztós. Hát, jó, akkor hajrá, csak így tovább. Elsőre is értettem. Gratulálok. Mindenki más pályát fut be. És aztán kiderült, hogy mondjuk a szomszédba tartasz. De hogy tök jó, amikor ilyen kézenfekvő módon tálalnak valamit, amiről te... De ő azt hitte, hogy te hívtad, tehát nem kell magyarázkodni. Jóval mondom, akkor ennyi. Akkor ezt is meg is beszéltük. És aztán nem kellett megszerelni a riasztót. Én meg 165 centiket kopasztok. Én Vadó János, igen. Okay. Ide valaki, hogy mi van, ha a vízorolvasó, leolvasó gondolta ugyanezt rólam, és ő is csak belement a játékba. Igen. És azt mondta, hogy itt van ez a bali, nagyon fura, de elmegyek, mert ez a helyzet nagyon szürreális egyébként. Lehet, hogy ő is így gondolkozott. Felemelte a kezét, rá akart mutatni valamire a kert végén, és te odaálltál a válladdal. Beugrott a kezem alá. Hirtelen a vállalat betoltam a kezem alá. És lábújhegyre álltam, hogy elérje. Igen. Kicsit pipiskedve, igen. Igen. Bari, szeretlek, megyek utánad a te kis forró vizet. Igen. Jött SMS-ben. Na jó. Sebesnyíró. Még fura volt, hogy egyébként a mutatóját mindig az ajkaim. Igen, ez átlátható, és akkor... De csak azt akarom... Mikor ez csatorna, ez... Most ne. Jó, akkor csak annyit szeretnék kérdezni, hogy kimászhatnak az aknába. Most, ne roncsd el. Nem volt. Ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Tényleg, pontosan jövünk mindjárt ezzel a bizonyos faluval. Nem felejtettük el. Egy falu kiadó, megtaláltuk az interneten, bérleti díj 210 000 forint, utána járunk, hogy lehet egy falut kivenni, mit csinálnánk, ha miénk lenne a falu, és felhívjuk a falu polgármesterét is, hogy mondja el nekünk, miért szeretné a saját faluját kiadni, kicsit elkalandoztunk, de jövünk ezzel. De ezek a szép emlék, azért nem feltörtek, hogy értette, mint a buzgár. Ákos idei után jövünk már is a részletekkel.
3:48 lesz pontosan. 8 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, fiúk. Hello, hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk. Ígérjük, hogy pillanatokon belül tényleg most már jön az a falu, ami kiadó. Csak előtte még egy-két SMS és hozzászólás a témánkhoz. Balázs, nem szép dolog tréfát űzni a komoly érzelmekből. A te merülő forralód. Írja valaki. Úristen, szétrögöm az anyam a kocsiban mellettünk, és ezt hallgatják, látom, mindenki röhög. Egyedül dolgozom, szakadok a röhögéstől, a főnököm furcsán néz. Hamarosan hozza a szondát. Balázs, mióta elköltöztetek, azóta küzdök az áthelyezésért. Már tudom, van értelme. A leolvasó. Azt mondja, hogy... És hát többen értik a reggeli vétekdalt, tudod? Megkészítettem, ha szeretnétek. Ha szeretnétek meghallgatni, itt van. A szíved egyébként. Kis pocsolyája. Akinek szól, azt tudni fogja, így van, hogy az a dal csak neked szól. Ja, gyerekek, gyerekek. Nem értitek ti ezt, hogy ezekbe a szituációba miért kell belemenni? Hát tényleg nem. Hát benne tökéletesen igazad van. Nem kerüljük ezeket a szituációkat. Nem éltél igazán, ha nem volt meleg vízóra leolvasó. Na, hogy meleg vízóra leolvasó. Ha, ugye, ugye nem mindegy, hogy meleg vízóra leolvasó, vagy meleg víz. Ha nekem leolvasó. Azt mondaná a vízóra leolvasó, és közben nagyon feszes szemkontaktusra törekedni, és mondjuk azt mondaná nekem, hogy, hogy ha van igény, furatnék. Ő kutat, nyilván. Tehát, hogy nekem nem kellenek ezek a mondatok, nem kell a szemkontaktus, nekem csak az. Az a baj, hogy mit csinálsz, szorongva. Hagyja csak, majd én felnyitom rögtön a vízórát, leugrok, leolvasom az oldalt, megmondom neki ezt a viszontlátásra. Na, és mi történne? Ugyanolyan vízóra leolvasásod lenne, dögunalmas lenne, és rájönnél egyébként 60 évesen, hogy volt 150 ugyanolyan dögunalmas vízóra leolvasásod. De ő nem lát benne én többet. Én mire fogok visszagondolni, hogy volt 10 olyan vízóra leolvasásom, amire még 30 év múlva is emlékszem, két választásod van. Vagy elmenekülsz ezen szituációból, zavarban vagy, és de éled ugyanolyan. De nálad ott lesz a hiányérzet, hogy mit hagytál ki. Nem. Vagy mindig azokra a helyzetekre törekszem, és ott vagyok igazán elememben, amikor bele tudok menni olyan szituációkba, ami kibillent. A megszokott hello, jó reggelt, iszol egy kávét, mi van veled, megbeszéljük, hazamegyünk, tankolunk. Ugye így éljük az életünket. Halálosan dögunalmas sémák szerint beszélgetünk, élünk, hívsz föl mindenkit, aki a telefonkönyvedben van, mész be dolgozni, beszélgetsz a barátaiddal, a kolléganőiddel. Ugye erről szól. Ezek azok a pillanatok és a pontok szerintem, amikor el tudsz térni attól, ami normális. És most nyilván nem egy meleg vízóra leolvasó, de minden, ami kicsit szürreális, ami kizökkent, azokért a pillanatokért érdemes, mert ott nem azt a kommunikációs formát éled, választod, amit egyébként 40 évet csinálsz. Nem? Hello, hogy vagy? Fölhívod, mondod, látod, hogy zanyát hív, beszélsz vele, barátok, megbeszéltek. Minden mindig kicsit ugyanolyan. És 60 ezek a szituációk, amik egy kicsit kizökkentenek, és azt mondod, hogy menjünk bele, ne elmeneküljünk, nézzük meg, hogy milyen. De most nem kell, hogy ez egy meleg vízóra olvasó legyen. Bármi, ami kizökkent a saját, kicsit megszokott, teljesen hétköznapi komfortzónából. Oké, lökögeted ki magad a komfortzónából, és 60 évesen mi arra fogunk gondolni Jánosra, hogy hála Istennek ezt egy perc alatt letudtuk, meg arra, hogy ne. Csak tovább kellett volna menni az A lehúzott redőny mögött, majd a retekbe üzment a szoba egyik sötét sarkába, kintről pedig azt hallatszik be, hogy én gázóra, vízóra, villany. Tudod, és... Gyere ki! Megígérted, hogy kijössz. 30 éve várok 30 rád. 30 éve várok rád, nem várok tovább. Vagy kijössz, vagy én megyek be. Hol van az a kanál is? Hát nem erről beszélek, tehát itt nem identitásbeli különbségeket kell keresni, hanem belemenni ezekbe a helyzetekbe, de ez lehet egy fura zöldséges is a Lehel piacon, aki mond neked valami baromi mást, és elkezdtek beszélgetni, és rájössz, hogy kicsit kattant. Friss a spárgán, Balázs. Igen, és fogja a lábát, és felemeli a nyakáig, a friss a spárgám, igen, és lemegy neked angolba. Nem erre gondolok, tehát nem mindig most a meleg zöldséges, meleghentes, meleg vízorról, nem erre gondolok. Hanem, hogy egy fura taxisofőr, aki neked teljesen össze-vissza elkezd beszélgetni, és rájössz, hogy kicsit paranoid skizofrén, nem egyszer járok így, és elmondja neked, hogy sugárzik a mosópor szerinte. És elmondja nekem, hogy tudja, hogy egyébként én hiszek az UFO-kban, és hagyd mondja el, hogy ő szent meggyőződése, hogy őt figyeli a mosópor. És mit csinálsz ilyenkor 10-ből 9-szer? Beletemetkezel a telefonodba, és azt mondod, hogy ő hülye. Hogy itt jó lesz. Na, ezt nem szabad. Én azt mondom, hogy itt jó lesz. Nem köszönöm. Szabad. Nem szabad. Bele kell menni, és el kell vele meséltetni, hogy pontosan hol sugárzik. Hogy pontosan mit gondol, és pontosan mi történik, és pontosan itt hol figyelik, miért figyelik, és mit gondol, hogy velünk mi lesz 5 év múlva. És mi ezeket hallgatjuk reggelente az UFO sztorikban? Picit igen. Vagy elkezd, én nem egy taxisofőrhöz ülök be, aki neki mindig elmondja, hogy tudja, hogy én is hiszek az összeesküvés elméletem, és higgyem el, hogy Magyarországot már a szabadkőművesek irányítják, és egyébként föld alatti bunkerekben laknak.
föld alatti bunkerekben. És én erre azt mondom, hogy... Hogy néz ki a bunker? Így van. Hogy... Hogy néz ki ez a bunker, mert én is erre gyanakszom, hogy szerintem bunkerek. Igen, laknak. A föld alatti bunkerekben laknak a szamatkővesek. És innentől kezdve a társa leszel beszélgetni, és van egy jó beszélgetésed hazafele, vagy pedig nézed a telefonodat, és ülsz duganalmasan. Én a menekülés utakat vagy, nézem ilyenkor már mindig. De miért menekülsz el ezekből a szituációból? Azért, mert nagyon kell. Tehát, hogy én nem tudok túlélni ezeket a beszélgetéseket. Én leszállok a villamosról, átszállok egy másik buszra, kitalálom, hogy nekem ide kellett jönnöm, nekem nem arra kell mennem. Hú, most nézem az órámon, hogy már késésbe vagyok. Tehát, hogy én szabadulok minden ilyen. Mert a megszokott dolgot hajtod végre, ami ilyenkor bevet. Igen. Mert a szabadkőművesek a komfortzónánkon kívül vannak, érted? Meg az UFO-k kívül. Yeah, gyerekek, ha beülök egy taxisofőr, az aki azt mondja, hogy egyébként már megszálltak bennünket, és itt laknak alattunk barlangokban, hát... Onnantól kezdve előre ülök, induljon az érdekes, hogy külön-külön a két témakör érdekel. Tehát a szabadkőművesek és a bunkerek is érdekelnek külön-külön. De a szabadkőművesek, akik bunkerekben laknak a föld alatt, na ott már azért nekem... Én nekem innen indul a napom. Na, gyerekek, faluzzunk egy kicsit, jó? Mert ígérgetjük már egy órája, és mindig elkanyarodunk. Van egy hirdetés az interneten, miszerint kiadó egy falu. Játsszunk el a gondolattal, hogy mi mit csinálnánk egyébként ezzel a kiadó faluval. Hirdető megyer, feladás dátum ekkor és ekkor, hirdető megye Veszprém, kategória telekföld kiadó, 15.000 négyzetméter. Aha. Telek mérete, Balaton közelében. A szöveg pedig így szól, bérelj egy egész falut hétvégére, Sümegtül 10 kilométeren megyeren. Sümegtül? Én már, van, vidé, jó, hát, érte, már, én már félig kibéreltem. Sümegtül messzi, nem messzi. Százhordas magony Sümegtül nem messzi, 3 arany koronáért kibéreltem. De egész... hogy ígyen béreljen? Mondom, nem ígyen. Melyik út megyen Budára? És... Jaj. Nem, várjátok, csak riaszt a kocsim, a jobb oldali. Igen. Na. UFO, autó. Miért nem tudjuk ezt a nyomorult témát végigvenni már? De valaki nem akarja, hogy az a falu bekerüljön az adásba. Érted? Na, húzogassad. Én oldalam nagyon sűrűs. Jó. És ne engedd ki a csomagtartóból a vízóra leolvasót. Szóval... Két napig tiéd lehet a pajta, beleszólhatsz a közügyekben, akár alpolgármester is lehet, gyerekek, ez a mi helyünk. Szabadon megválaszthatod az utcák nevét, gyertek falura, éljetek vidáman. Ez a hirdetés szövege. A közügyek azok konkrétan mit jelentenek? Hogy nem erül, arul! Nem arul, erül! Csak mondom, gyerekek, az árt tartalmazza 2 darab utca, aha, 1 darab busz megálló, 1 darab hivatal. Gondolom, az egyik utca az Aranyáros utca, a másik pedig a Petőfi. 7 darab vendégház, Feri, neked nagyon jó helyen lenni, mert van egy Baromfi udvar. Így de jó. A lábas pajtát ki ne hagyd. 6 darab ló, 2 darab tején, 3 darab birka, 4 hektár szántó. Hát most egy hétvégén mit csinálunk a szántóval? Hát figyelj, hogyha bevetjük. Szerintem... És visszamegyünk tavaszra, vagy mi? Szerintem kell egy hely neked fel, ahol otthonosan érzed magad, például amikor a klassz nyár során nem vagyunk ott a Balaton környékén. Hazamehetsz, már idézőjelben hazamehetsz. Figyelj, arra a hétvégére úgy nevezed a laffalút, ahogy akarod. Tehát, hogy ez lehet, Rákóczi kígyós falva kettő. Nem lehet, mert már az van. Új kígyós kettő. Engem két dolog érdekel. Ez meg olyan. Két dolog érdekel. Ha én akkor pénteken... kis új kígyós. Így már igen. Ha én pénteken levonulok. Igen. A többi jobbágyjal. Vagy a... Nem, a jobbágyjal. Igen. A hőbéreseiddel. A különböző óra leolvasókkal. Enyém-e az első éjszaka joga, mint régen? Illetve beszedhetem-e a tizedet? Bár nem vagyok egyházi személy, ugye a tizedet az egyház szedte. Mert azt mondta, hogy minden, ami terem az isteni, ezért gyorsan vegyük első az egy tizedet. Első éjszaka joga, de hát a bérletben nincsenek benne az ott lakók. Viszont hát azért, mert nem sorolták föl, a tehénnek majd... meg nem mindenki örülne. Jó, de van 6 darab ló, 2 darab tehén, 3 darab birka, nem ismersz még elég. Úgy érzem, még nem tudsz róla mindent. Ugye miről szól ez a dolog? Tehát, hogy ha bérbe vesszük ezt a falut, élhetünk-e az első éjszaka jogával? Vagy csak a falut kapjuk meg, az ott lakókat egyébként nem kapjuk meg? Mondjuk hogy van ez? Rövid hétvége vagy hosszú hétvége? Hosszú hétvége, pénteken vonulunk, szóval vasárnap visszajövünk. Mert hogyha mondjuk rövid hétvége lenne csak éjszakával, akkor, vagy hívják, tehát az első éjszaka joga,
Feri. Rámutat, akkor lehet, hogy én megúsztam. Te jönnél abba. Sajnos két este van, legalább. Az a baj, hogy nincsenek főztet Marika néni. Tudod, így, mert hogy itt van 6 darab ház, mit én, 2 utca, és a lakosok, akkor föl kéne, hogy sorolva legyenek. Tehát ők valószínűleg nincsenek benne, de szerintem, ha te pénteken lemész, és te ott alpolgármester leszel, alpolgármester akkor lehet. Azonnal meghozhatod a döntést az első éjszaka jogáról. Hát vagy benne vannak a lakosok, de ez annyira kézzelfekvő, hogy bele sírják már a hirdetésbe. Bemész a házba, kibéreltél mindent. És ott laknak. Bemész, és bemész a tiszta szobába, körülnézésük a végre csen. Jó nap! És ott ül a sarokba. Ott ül a sarokba egy néni. Igen, rokkával. Az ablaknál. Már láttam magunkat. Mennyire jöttek városiak. Igen, maláskám a bimket, csak egy megnyanyas. No, csináltam csörege fánkot. Házilek már oda kenni, ahova akarja. Meleg még a pitém, higgyel, idős pite, nem kiült pite. Gyerekek, tényleg, ez nekem nagyon tetszik. Bérleti díj 210 ezer forint, nem dobjuk össze, és nem megyünk le 3 napra. Mit csinál, könyörgöm, hát te emlékezzetek vissza a túrkevei kitelepülésünkre, amikor állatokat kellett megfejnünk, és birkát nyírni, hát ott bénáztunk. Hát de mit, te beköltözöl a pajtába, ja, levágod a baromfit, én kimegyek lovagolni, te Jani, mit tudom én, hemperegsz egyet a szántón. Hát igen, nem addig én összetrágyázom a trágyát, ami összegyűltödik. Maga az ötlet zseniális. Adjuk ki a falut, kicsit az idegenforgalmat dobjuk fel. Figyelj, csapatépítésre. Felvilágoztatjuk a turizmust. Meg ilyen vállalati, meg mit tudom én üdülésük. Ez tök alkalmas lenne. Most pont az jutott az eszembe, hogy tényleg, amikor mondjuk nem vagyunk a Balaton környékén, amikor így a Krasznyán során, idén is valószínűleg lesz belőle valami, én nagyon örülnék neki, akkor az egész stáb, az összes Klassz FM-es oda mehetne erre a hétvégére, oda mehetne 10-15 egyébként tényleg. Oda mehetne 10-15 szólni kéne ember. A vezírnek, hogy vegyük ki ezt a falut, és vonuljunk le egy csapatépítésre. Jó, nem egy nagy össze, 210 ezer forint, tehát vagyunk most, mindenki beledob valamennyit, már még le tudunk menni önköltségre is, tessék? De nem fog hiányozni a gokártozás? Én viszem a vízóra leolvasom. Vagy de le a gokártozás, álló szobát. Én dupla szobát kérek, mert én leviszem a vízóra leolvasom. Én annyit kérek, hogy hadd válasszam ki a falu vízóra leolvasóját. Tehát ha nem is viszem az enyémet, a vízóra leolvasóra én jogot formálok, mint alpolgármester. Beiktatok engem. Leszel az a, de hát bocsánat, ha az egész csapat lemegy, akkor azért a vezérigazgató csapjára valami poszt. Beiktatok engem, mint alpolgármester. Árpi lesz, Árpi lesz az istálos fiú. Cseréljünk posztot. Aha, és a vezérigazgató lesz az, aki mit tudom én, megy a pajtában, a műsorvezetők lesznek a házi néni, tehát mindenki nem olyat csinál, ami bevet, kivéve engem. Megértem, akinek jár. Én leszek az alpolgármester, és eldöntöm, hogy ki milyen poszton helyezkedik el a faluban erre a 2 napra. Csabit hova teszed? Abaházit? Abaházi Csabit. Ő... Milyen tisztségek vannak még? Ő lesz a jegyző. A Jani lesz a kisbíró. Én a kisbíró. Egyébként te mit kisbíró? Kimegyek, egy kis dob lesz majd a nyakamba, igen. Kis csizma, kis budgyos nadrág, kis kalap a fejemen, kis mellényke, körbeégetett papírtekercs. Így van. Töködök. Köszönjük. Mi lesz a neve a helynek? Mert átnevezhetjük. De nem, hát van hely, van. Megkérdezzük, mindjárt felhívjuk a polgármestert, aki tényleg olyan, mintha már nem is létezne, mert csak ígérgetjük egy órája. Titus lesz a szódás. Fontos pozíció. A program igazgatónk lesz a szódás, kap egy szekeret, és 2 napig üvöltözik, hogy itt a szóda. Aha. Ugyanitt késélezés. Aha, és megáll. Nagy uram, nem lesz egy halad szódás. De egyébként nem lenne zseniális, hogy mit tudom én, Titus és Vágópiros ülne egy szekeren, és ők lennének a szódások, és az egész egy ilyen brutálisan furcsa, szürreális szerepjáték lenne 2 napig, amikor a saját kollégáidat látod egy szerepben. Istálós fiú, pásztor, jegyző, kisbíró, alpolgármester, tehát imádnám. Mondjuk neki rá kellene készülni, hogy olyan szódát nem árul, ami nem ment át a teszten. Jó, akkor legyen burgonyás. Akkor legyen burgonyás. Krumpli. Zseniális lenne ez. Tényleg feldobom a vezérigazgatónak. Menjünk le. Úgyse volt még ilyen Klassz FM-es csapatépítő. Tavasszal valamikor bérbe vesszük ezt a falut, és lemegyünk. Nem? Ez jó. Ki lesz a kultúros, mert a kultúr is a rendezvény terem. Hát a Szani Roland, neki úgyis hasonló a műsor. Egyébként igen. Szani Roland lesz a kultúrház igazgatója. Van kultúrház? Van. Gyerekek, meg vagyunk. Nagyon jó. Ki lesz a pap?
Mert kell egy atya, és kell egy harangozó. Laci, legyen a sekrestés. Mert abban sok minden belefér. Figyelj, a pap, várjál, ki legyen a pap? Legyen a Garamia pap, neki úgyis, úgy. Jézusom! Bemenne a templom, és így füstölne a szentelt, és tudod, és... Na, most kezdett el igazán érdekelni a dolog. Garamia pap, Garamia és Laci a sekrestés. Azért, az mi, milyen világverő? Válogatott már. Írják, hogy Balázs a hétvégén a hivatal zárva, az nem jó, akkor ne legyek alpolgármester. Olyan tisztséget szeretnék, aminek... Hát bénteken odaérünk, még nyitva van, azonnal meghosszabbíthatod a nyitvatartást. Én leszek a szippantós. A szippantós? Nekem az nagy álmom egyszer, hogy végigmenni egy faluban, mindenhol üvöltöző, itt van a szippantós. Ott nem szippantanak, hanem úgy szokták csinálni, hogy egy hosszú farudnak a végére ráaplikálnak egy második világháborús rohamsisakot, és azzal merik ki. Általában nincs a szippantós vidéken. Nem egy ilyen pici faluban? Nem. Nem. Ott kimerik, amikor már tele van és a hova kerti merít? Budi. Hát ki a földre. Jó, én leszek a lovász. A lovakat na jó, most elmenni. Na, persze, nem. Megpróbálok, én leszek a lovász. De nem csinálsz, nem csinálsz. Én viszek bérlovagoltatni munkatársokat, tehát mindenkivel kilovagolok. Nem csinálhatsz olyat, amiért tesz. Ez igaz. Jó, meg de, hogyha hozod a vízről a olvasat, akkor állandóan ő fog ülni mindig a tartalékpónin. Érted? Ha én hozom a vízóra lehasonlat, akkor minket nem fogtok látni. Mi pénteken kilovagolunk. És vasárnap visszajövünk a hegyekből. Tehát, hogy akkor nem lesz ilyen, hogy mi. Kérdezi valaki, ki lesz az orvos? Ez is jó egyébként. Orvos. Ki lesz az orvos? Az orvos legyen a gyártási igazgatónk. Juli? A Juli. Juli legyen, Juli legyen a nővérke. Ja. Azt hogy vigyétek Pákot, ő lesz a kultúrigazgató. Egyébként tényleg. Ja, a gyerekek, hívjuk fel a polgármestert, jó? De már csak a hírek után, ő szerintem nem létezik. Tehát egy órája mondjuk. Itt már hallgatóknak is ez az érzése. A polgármester terülök, azért terülök, ez az ember nem létezik. Ő egyébként tényleg nincs. Na, minden esetre az ötlet jó, én ezt bedobom egy értekezletet, hogy menjünk le rádiós túl, egy ilyen csapatépítése. Nem drága. Vegyük ki ezt a Veszprém mellett található kis falut. Játszunk gyorsan Jóven bácsi Berunénit, és aztán hívjuk már is a polgármestert. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azt írják, Balázs, legyél te a melegvízóra leolvasó. És akkor mi várnánk? Mekkora kiszúrás lenne. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Hello! Szervusz Balázs, szia, Feri, szia, Jani! Hello István! Honnan hívtál minket, István? Cseperről jelen pillanatban, mert éppen dolgozok, de mi? Amúgy a 18. kerületből. Nem mondd, hogy vízőrel olvasol. Nem, én hentes vagyok eredetileg, úgyhogy. Hentes. Szükségünk lenne erre a hétvégére egy jó hentesre is. Hát gyertek ki a Csepeli piacra, és várok titeket szeretettel. Na jó, de megyeren kéne. Nekünk ez megyeren kéne. Ja, oké. Okay. Na figyelj István, van segítséged, vagy egyedül játszom? Van segítségem, ketten vannak még itt mellettem kollégák, ők segítenek, aztán meglátjuk, hogy menni fog-e. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunén, jó, figyelj. Levelet írnak. Picit gyere arrébb a rádiótól, jó? Na, mutatjuk a részletet, figyelj István. Na. Ajjajjaj, itt vagy? Itt vagyok, igen. Nagyon elcsendesedtél. Hú, igen, kérhetem még egyszer? Persze, mutatjuk, figyelj. Na. Tíz együttes. Micsoda? Tíz. Az, aj, de szép megfejtés. Ilyen nagyon-nagyon fajtok. Ez nagyon szép megfejtés volt. Nagyon-nagyon fajtok. Kollégámnak közelben megmondom őszintén, egy kicsit idősebb korom felképvisel, és így neki előbb beugrott. Hát ha egy kis dalt hallottál, az összeset hallottad. Tehát, hogy hát, ja. Na, megint. De azt mondhatjuk, hogy a leghíresebb kis dal, nem? Én nem ismerem. Igen. Még lehet, hogy egy hosszabb részlet és nekem is beugrik, de így még könnyebb volt. Na, és ez azt jelenti, hogy nem is vettünk ki semmit az ajándékcsomagból, megvan a Klassz FM-es morningshow-s bögre, nyakbaakasztó. És a sásapka. És jó, nagyon szépen köszönöm. Sár, így van. Igen. Küldjük nektek, jó? Jó, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát. Köszönjük, szép napot, sziasztok. Hello. Ciao, hello.
Tök jó, mennyi minden belefér ebbe a mai műsorban, nem? Most meghallgattuk az összes kis nótát. Nagyon, gyerekek, nagyon, nagyon esítünk. 3 perc múlva 8 óra, tényleg felhívjuk a polgármestert. De hát, ha létezik. Pont egy órával ezelőtt ugyanitt tartottunk, de azóta nagyon sok minden történt egyébként. Felhívjuk Megyer polgármesterét, hogy meséljen nekünk kicsit a kezdeményezésről, illetve levonulnánk rádióstól, mire számíthatunk, tényleg mit tudunk igénybe venni, és akár be is foglaltunk egy hétvégét. Tényleg állítsuk késztények elé a vezetőségünket, hogy befoglaltunk egy hétvégét. Jó? Ez jól hangzik. És most lehet, hogy a polgármester és az összes lakos mind a négyen bent ülnek a kultúrban a rádió körül és várják. Hogy úristen, ne! Úristen, megérkezik a Glass FM. Gyerekek, imádnám. Mindenkinek helyi népviseletben, ruhában, korhű ruhában. Figyeljetek, zseniális hétvégénk lenne. Az egész olyan lenne. Ez, hogy korhű ruhában? Középkori paraszti ruhában kell járjunk? Igen. Tehát a Krisztának... Te meg kacagányból feszítenél, vagy mi lenne? Mindenkinek a megfelelő ruhában kéne jönni. Nem mondta, hogy 50 ember levonulna így, és mindenki kicsit bevállalná saját szerepét, nem élveznéd. Te lennél az ivóban, egy kis kantáros állnál a ceruzával a füled mögött, kiszolgálnál mindenkit, aki bejön. Imádnám. Nagyon jó. Nagyon jó. De ezek új épületek, tehát nem kell előtte mondjuk egy statikai vizsgálat, hogyha fel akarok menni a színapadlás a Zsuzsival. Hát nem. Igen, de én már ott vagyok a meleg víz óra leolvasóval, úgyhogy. Ja, kopogjál, én már ott vagyok, jó? 2 perc pontosan 8 óra, tényleg jövünk a polgármesterrel a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 13 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, és vannak közlekedés híreink, hogy szoktam mondani, 4-es út Debrecen és Ebes között teljes útzár, kerülni Hajdúszobát felé lehet, Evu küldte nekünk, köszönjük szépen. Másfél éves kisfiam táncol a zenére, rázza a popóját, ezt Hajni küldte nekünk. Hát ez egy jó dal, és nagyon szeretjük, hogy Mark Ronson dal volt, így van. Nem tudjátok, miért van lezárva az 53-as út Soltnál, kérdezi Zolika. Ha valaki elküldi, akkor azonnal mondjuk természetesen. A gubacsi koppánysarkot ellepték a rendőrök, aki balra kanyarodik a helyszínen, tarkon lövik. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán nézem még, hogy van-e valami friss. Egyelőre ezt az 53-as utat nem látom, úgyhogy ha valaki arra jár és olyan drága elküldi nekünk, azt megköszönjük, hogy tudjunk segíteni a többi hallgatónak. Hegyalja út alján a híd felé nem működik a lámpa, ott is alakul a dugó, ezt Csilla küldte nekünk, és M3-as bevezető lassú bejutás, Bankos Kriszta üzente ezt. Köszönjük szépen. Tehát akkor nyomozzuk az 53-as utat Soltnál, hogy miért van lezárva. Na, hívhatjuk a polgármestert, jó? Sokáig ígérgettük, de sokat hülyültünk, de nem marad el a dolog. Ugye, ha valaki nem tudja, hogy miről beszéltünk, nyilván sokan ültek most autóba, vagy kapcsolták be a rádiót, van egy nagyon helyes kezdeményezés, miszerint egy érdekes hirdetés került fel 3 napja az egyik apró hirdetős oldalra, utána jártunk, nem maga a hirdetős oldal reklámoz, tehát nem egy promócióról van szó, hanem egy polgármester tényleg felrakta a saját faluját, és azt mondta, hogy szeretné felvirágoztatni a turizmust, ami egy szenzációs ötlet, egy kis falu, minden háznak van melléképülete, megcsináltak vendégháznak, és alpolgármester lehet, aki támogatja a falut, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne, ha a rádió levonulna, ki milyen tisztséget vállalna, ki lenne a hentes, ki lenne a kocsmáros, mondjuk ezt a kettőt az a baj, a Feriel is vitte. Igen, Feriel is vitte a kettőt. Kajapia van már. Egy messzei bor, kocsmáros úr, és a legszebb lányát állít, csak is rászának vanna. Igen. Mit csinálna a többi műsorvezető, mi lenne a programigazgatónk, mit csinálna a vezérigazgató, a technikai igazgató, és mindenki olyan tisztséget vállalna, ami ugye nem illik rá, engem már a hallgatók megválasztottak a falu borbélyának, én lennék a fodrász, Jani, ahogy látom az SMS-eket, te lennél a falu bolondja. De mondjuk az lenne, hogy olyan dolgot csinálnánk ott, amiket igen, egyébként itt nem. Így van, hát vagy a jellemedből adódóan értesz hozzá például. Tehát mint a Garami tényleg, mintha atya. Így van, Titus valamit. A jellemiből adódó mindenkinek. Garami megfüstöltetni a szentelt vizet, így van. Na, itt van Megyer polgármestere, Pajer Kristóf. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hello! De örülök, hogy letegeztél bennünket, akkor nem én tűnök majd kevésbé intelligensnek. Kristóf, nagyon jó az ötlet. Ez egy közös döntés volt, te találtad ki, nagyon szimpatikus, hogy odaadjátok az egész falut. Vagy elnyomtad a többi 3-at. Nem, hanem vasárnap este egy társasággal beborosztunk, akkor kitaláltuk ezt a ötletet, és másnap meg is valósítottuk. Hogy magát a hirdetés ötletét. A legjobb ötletek úgy születnek. Egyébként igen, egy görbe este után. Mi volt a cél? Az, amit én gondolok, hogy egész egyszerűen felvirágoztatni a turizmust? Igen, mert már eddig is volt turizmus Megyeren, sok kis vendégház üzemelt,
és most kitaláltuk azt, hogyha így összerakjuk egy csomagba, a tulajdonosok is berakják a közös csomagba a kis házikóikat, az önkormányzatnak a saját kis infrastruktúráját, akkor elméletileg egy jó popa dolgot lehet az egészből kitalálni. És nem volt semmilyen ellenállás? Azt mondod, hogy minden tulajdonos, tehát Marika néni nem mondta, hogy ide nem jön senki. Már pedig ide nem fogja betenni a lábát. Ebben olyan házak vannak betéve, ami már mint vendégházként üzemelnek. Na, nem Marika néni mellé kell beköltözni a házikóba, hanem az vannak olyan... Csak a testemen keresztül. Figyelj, mi már így rádióstul gondolkodunk abban, hogy lemegyünk hozzátok, szerintem Marika néni is örülne. Tehát vannak itt olyanok a rádióban, hogy Marika néni is boldog így lenne. Van, így van, egy arany lakodalom után már mindenek örülsz. Tehát hidd, hogy Szani Roland két feles után bármire hajlandó. Mit lehet igénybe venni? Tehát tényleg a hivatal, az utca, a Baromfi udvar, ló, tehén, birka, szántó, tehát ezt mind igénybe vehetnék, ha lemennék? Ez egy zsákterepülés, ide bejössz, és nem tudsz semerre se elszökni. Itt van két autó a falu, három. Van nekem egy autóm, a Janikának egy autója, meg van a falubusz. Janikának és a falubusz. Ez a falubuszban két kanyarba elviszik az egész falut, mert ugye 9 személyes a busz, és 18-an alszunk a faluba. Tehát. Mondjuk a fizetés szempontjából is azért praktikus, hogy zsákfalu, nem? Igen. Nem tudok meglógni, csak még. Hány ember befogadására vagytok alkalmasak? Lemegyünk 40-en, hányan vagyunk a rádióban? 40? Ez a 39, hogyha mindenhol alszotok. Plusz még a szénapadlás, hogy hallottam. Hát hogy azt kibérelték ketten is. Az a baj, hogy már írta SMS-t a vízóra leolvasó, hogy foglaljam a szénapadlást. Hiába menne Jani a szénapadlásra, mi már ott horpasztunk egyébként. Hát, körülbelül ennyien vagyunk a cégnél, nem? 30-40-en vagyunk. Most néhányan betegek, családosak, gyerekesek nem tudnak jönni, tehát körülbelül egyébként ki is töltenénk ezt a 39-es kis létszámot. Igen. És tényleg, ha Feri akar, lehet kocsmáros? A Feri lehet kocsmáros, a Garami a papságát az bukta, mert nincsen temploma. Építünk addigra. Felhúzunk egyet. Másrészt meg szegény, amikor főiskolás voltam, nálunk bulizott egyfolytában Dunaújvárosban, tehát ismerem, hogy mennyire alkalmas papnak. Igen. Hát pont azért tisztítanánk meg a lelkét, hogy lenne mit megtisztítani. És jelentkezgetnek már egyébként? Na szépen, tehát a tegnapi napomat az elúszott, mert szerettem volna mással foglalkozni, de ezzel kellett szerencsére. Mert egyfolytában jöttek a különböző ajánlatkérések, ötletek. Volt, aki felvetett, hogy ő nem kibérelni szeretné, hanem megvenni. Mondtam, hogy ez... Picit szerény ajánlat. Ez ugye kicsit nehéz. Na beszéljünk arról a fontos dologról, hogyha az egyetlen embert, aki alkalmas arra, hogy vezető tisztségbe kerüljön, tehát a Balást alpolgármesternek helyeznénk el, akkor milyen jogokat és milyen kötelességeket rósz rá? Hát az első éjszaka jogát azt meg kell beszélni a Virkával. Én olvasom, hogy van itt azért tehén is, tehát van egy csomó. Vagy vele kell egyeztetni. De hát amit szeretne, ez egy véletlen, tehát gondolom a törvényalkotó nem ezért találta ki azt, hogy benne hagyta az ÖTV-be, hogy a polgármester saját jogon kinevezhet külsős alpolgármestert, biztos, hogy megremegne a keze a kormányhivatalba az ügyintézőnek, aki rátöki a pecsétet, ez benne maradt. Bármit, tehát amit szeretne, amivel megkér minket, hogy megbízzuk. Itt azon gondolkodtunk, hogy utcaneveket el lehet nevezni poénból azokról, akik lejönnek, hogy meglepődjenek, amikor jönnek, hogy Józsika utca. Sebestyén Balázs. És ezt kirakjátok egyébként, tehát ezt ki is teszitek. Aha. Ki. Hát ez nagyon szimpatikus. Italbolt, borbolt, ilyen van. Nincs kocsma a faluban. Nincs kocsma. Csinálunk. Amikor rendezvények vannak, akkor van arra mód, hogy a kitelepülés kocsma. Kocsma. Nagy, így a legjobb. Kitelepülés kocsma az Anita hát közben. Ez elég ráfizetéses lenne egész évben egy kocsmát üzemeltetni Megyerenten. Hányan laktok? 18-an alszunk ott. Aha, mit jelent, hogy alszotok ott? Tehát, hogy nappal eljárkáltok? Jó, hát nem, akkor megébredtek gyorsan mindenki széled nappal, vagy? Nem, hát ugye minden, tehát van úgy, hogy valaki megnézi a lakcímkártyát, van az, hogy bejelentett lakcíme Megyer, tartózkodási helye Budakeszi. Tehát, és akkor így vannak olyanok, akik azzal segítik a települést, hogy oda vannak bejelentve, így a személy jövedelmadójuknak a ránk eső része az Megyeren landol a kincstárba. De életvitelszerűen, ugye Budakeszin lakik például. Állandó lakcím Megyer, tartózkodási hely, környező Szántó. Igen. Hát ez nagyon szimpatikus. Akkor nálatok azért egy ilyen, nem tudom, közgyűlés, vagy nem tudom mi van, azért az nem egy...
Uh-huh. Hatalmas. Hárman vagyunk. Hárman vagytok, tehát hogy így... Plusz a jegyző, és egy írnok, aki írja a jegyzőkönyvet. Tehát öten szoktunk részben egy ülésen, de hogyha valaki hiányzik a képviselőtestületből, akkor is... Az igen. A két fővel is azért meg tudjuk hozni a döntéseket. Nagy veszekedések vannak, amikor állandó veszélyben van a két harmad, mert hárman vagytok. Zseniális. Náluk az ön veszélyben nincsenek két harmad. És miről kell dönteni? Tehát, hogy egy ilyen faluban, amit 18-an laknak, neked, mint polgármesternek, milyen súlyos döntésekkel kell szembesülni? Majdnem ugyanarról kell dönteni, mint Sümegen, csak kisebb tétel, tehát nem több ezer embernek a szociális ellátásáról, hanem csak pár embernek a szociális ellátásáról. Tehát ugyanazokat a papírokat ki kell nyomtatni, ugyanannyi papírt alá kell írni, mint a sümegi polgármesternek, csak a számok kisebbek ugyanazon a papíron. Tehát munka az ugyanannyi van, csak a kockázat az egy kicsit kisebb, meg kevesebb. És naponta újra dátumozzátok az eltartási szerződését Marika néninek. Hát ez nagyon szimpatikus. Jó, lehet, hogy befoglalunk akkor egy hétvégét. Jó? Jó. Hát, ha lesz hely. Hát, ha lesz hely, ezek után egy ilyen beszélgetés után, fiatal, te ma egész nap telefonálni fogsz. Egyébként. Reméljük, azért csináltuk, tehát. És te ilyenkor ott maradsz, ha igénybe veszik majd a falut, vagy vagy ilyenkor te kiköltözöl, és tényleg teljesen átadod a kulcsot? Nem, én ilyenkor ott szoktam lenni mindig. Tehát azért az úgy van fönt a hirdetésben, hogy a lakóháza kivételével kiadó. Tehát azért, amivel lakunk, azért az nem kiadó, hanem az összes többi, ami nem lakóház. Nem most a lakóház, a hivatal, tudod? Jó pénzért irodasegédnek elmegyek segíteni. Á, gyerekek, ez nagyon jó ötlet. Kristóf, ez egy jó ötlet. Még egy átborozott éjszaka után tényleg. Nagyon, nagyon szimpatikus. Jól van, hát köszönjük szépen, lehet akkor, hogy jelentkezünk tavasszal. Jó, megvárjuk, egy kicsit jobb idő lesz, kitaláljuk itt, hogy ki mit vállal. Az látszik a honlapon egyébként, hogy gyönyörű helyről van szó. Tehát, hogy... Igen. Hát amíg le nem megyünk. Uh-huh. Igen. Hát, mert edzettek vagyunk, mert minden nyáron van egy ilyen nagyobb rendezvényünk. Azt egyébként néztem, hogy ugye elég keményen már belehúztatok a témába. Action, Gangsta Zoli, Aurora, Road, Junkies. Igen, három húzós nap van, ez egy hetes program, ahol az elején ugye kevesebben vannak kisebb programok, az utolsó három napban van. Mert a kevesebb az, hogy 18-ból elmennek hárman, és a teltháza 18. Ja, nem, akkor is azért pár százan ott vannak, hanem nem napi 30 koncerttel, vagy 20 koncerttel megy a rendezvény, hanem van napi egy színpadon napi 5-6 koncerttel mennek a bulik. Azért tudni kell róla, hogy ez rock jellegű. Van pár polgári üzenet, tehát ilyen Anna és a Barbie szokott lenni. Az idén nem, ez tavaly volt. Kováik, Rót, Depresszió, az azért meg keményebb. Ez jó egyébként, ha a szaszát kibírtátok, akkor minket is túléltek. Jó, de nem marad egész hétvégére. Hát ez is sokszor leszokott jönni. Egyszer megy le, csak nem biztos, hogy másnap már fel tud jönni. Igen, ott marad egy hétig. Na jó van, Kristóf, beszélünk még, köszönjük szépen nektek. Okay. Jó munkát! Hello, köszönjük szépen, Bajer Kristóffal, Megyer polgármesterével beszélgettünk. Zseniális ötlet, tényleg. Jó, azt. Nagyon jó. Egyértelműen szerintem egyébként lehetne is követni a példájukat. Gyerekek, vidéki esküvő Megyeren, most olvasom, hogy az is van neki. Hát csináljuk már meg, hogy ti még összeházasodtok. Igen, egyébként. Nehéz, ebben igazad van. Igen, lenne némi ellenmondás, hogy fővárosi esküvő Megyeren. Miért nem csináljuk azt, hogy rádiós násznép, ti összeházasodtok, levágjuk az összes élő állatot, ami ott van és mozog. Tessék, és lesz egy ilyen esküvővel egy beköltött. Zsűrés Jani, nyoszoljó lányok. Én begurulok Argyelán Krisztával ördögszekérbe, és csinálunk egy ilyen Feri esküvő, Klassz FM, rádiós csapatépítő, tréning, elvonulás, hétvége, esküvő, ott minden. Ott maradunk a rockfesztiválra. Igazi, klasszik, ilyen mediterrán jellegű. Pénteken elkezdjük az esküvőt, vasárnap még táncolunk, és egy ilyen Feri esküvő plusz Klassz FM rádió csapatépítő Megyeren, gyerekek, három napig mindenki makonya részegen fetre. Nem? Abba biztos lehetsz. Van itt valaki, aki ellenzi az esküvőt? Én? Ki ez? Én ismerem. A vízóra leolvasom. Én meg ott ülök, átul fogom a kezét. Hallgass már! Mondjuk halka mi is, hogy igen. Hallgass! Jó, elmegyünk Amsterdamba, téged is elveszem. Ha nem vagy szűncsbe, megint betapasztam a szádat. Gyerekek, amikor a szertartás lenne, én bőven már a szénakazalban lennék a vízorra. Te is mondd, hogy igen. Látod, ők is összeházasodnak. Egyszer ez nekünk is sikerül, egyszer. Meghallanak minket itt a szénakazalban, meghallanak. Ja, gyerekek, tényleg komolyan mondom, meg kéne csinálni, nem? És egyből ott a násznép, menyasszonytánc.
visszaszednék a lóvét. Visszajön a pénz, bedobálnak egy csomó minden, gyerekek. Jó az ötlet. Ja, Istenem. Na. Kikapcsolták a kimenő hívásomat. Nem ér. Olyan sokat telefonáltam, hogy nem győzte a szolgáltató. Ne, kettő darab mondat erről, mert ígértem még kora reggel. Hogy ez egyszerűen feláborító. Ez az egyik? A másik, hogy kap be. Ott meg is vagyunk. Meg is vagyunk. Három perc. Hogy van az, hogy 15 éve vagyok hűséges előfizetője ennek a cégnek? De tényleg komolyan mondom. Túllépted a keretet, ami rád szabott. Ennyire egyszerű a dolog, és nincs irántad bizalom. Mert valószínűleg egyszer a 15 évben valamit elkövettél. Soha semmit nem követtem el. És jön egy SMS, hogy 8 nap múlva, jön egy SMS, hogy 3 nap múlva, és könyörtelenül kikapcsolnak. De ez egy nap alatt? Igen. Mert hogy akkor már engem is felállapítani a dolog. Én tudom, hogy én vagyok a hülye, hogy volt 8 napom, aztán volt 3 napom, kedves, csak az ember kedves esendő. Előfizetőnk. 5, 4, 3, 2, 1. A készüléke megsemmisítő magát. Nem, arra kiszámoltam nagyjából, hogy én ez alatt a 15 év alatt egyébként mennyi pénzt hagytam a szolgáltatónál. Nem mondd. Mondd a felét. Megdöbbentő. Ha egyszer kiszámolod, hogy mennyi pénzt tankoltál életedben, hogy mennyi pénzt hagytál szolgáltatóra mobiltelefonra, figyelj, döbbenetes ezek jönnek ki. És azt gondolnám, hogy van valamiféle minimális méltányosság, hogy ilyenkor nem kaszálnak el azonnal. Én tudom, hogy a 8 nap és a 3 napon egy hetem lett volna, ez hosszú idő, de mégis a 15 lassan 20 éve vagyok ennek a szolgáltatónak az előfizetője, nem kevés telefonszámlával, hogy azt gondolná az ember, hogy valahogy valamiféle minimális méltányosság, kedvesség, hűséges előfizető vagy. Vagy hívjanak föl, vagy szólnak, többször figyelmeztetnek, nem tudom milyen lehetőség van, de kifejezetten. Kifejezetten rosszul. Hát SMS-t most nem... azt mondtad. Jött két SMS korrektek okay, egyébként. De az utolsó napon azért csak fölhívnálak, nem? Hogy tisztelt előfizetőnk, baj van, él. Hogy miért nem adnak ilyenkor egy kicsit több időt? Miért ennyire kegyetlenek? Hogy látják, hogy mindig befizettem, soha nem volt kikapcsolva a telefonom. Miért kapcsolják ilyen könyörtelenül? Félnek attól, hogy vagy ilyenkor ők ezt nem is nézik, hogy te mióta vagy előfizető? Semmit, mi? Tehát látják, tartozásodban van egy protokoll, és azonnal ki kell kapcsolni. Hát mert velük is ugyanilyen könyörtelenek. Tessék? A másik szolgáltatónál, ahol ők vannak. Nem? Mert az ő számlájukat is kikapcsolják. Ilyen alapon akkor gyakorlatilag az összes szolgáltatónak kellene adnia valamiféle ilyen kis türelmi időt. Mert ugyanez, egyébként ez a 8 nap valószínű az. Csak... A vízgáz meg a villany. Tehát ez ugyanaz. Mert ha közüzemi számlád van, ott is azért például az elműnél több hónapod van. Most egy picit ott is megcsúsztam, és de 2 hónapra visszamenőleg. Mi történt? Sok a gond, sok a baj. Akkor terjed a hír. Valószínűleg azért nem adtak már. Inkasszolták. De nem, mi van a közüzemi számlánál? Ugye az van, hogy jön a januári, te azt kihagyod még február, és körülbelül márciusban szólnak, hogy neked van egy januári elmaradás, és van 2 hónapod is. Azt gondolná az ember, hogy hibázhatsz, esendő vagy, nem veszed észre, elkeverednek a számláid, tehát kvázi te nem meg akarod őket lopni, hanem esendő emberként elmulasztottad, észreveszed, megnézed, utána nézed, csomó gond van a fejedbe. És a mobil szolgáltatóknál van valami olyan durva könyörtelenség. Hát nálatok. Ami nálatok? Olyan szinten esik rosszul az embernek, szerintem hogy... mindenütt van, csak te mindig befizeted időben. Nem, most 20 éve vagyok volt, ugyanott, és ugyanúgy kikapcsolnak. Hogy hát el is sokat telefonálgattam Afrikából, a saját telefonommal is. És legtöbbet az enyém, de és, amikor nem volt az én tudom. Hát egy töredék részét azért nekem kellett kifizetni, a sajátommal telefonáltam, és ott nekem simán volt egy ilyen másfél hónap, amikor megkaptam az első SMS tőlük, hogy hátralékot észleltek a számlán, és hogy szeretnék, hogyha befizetnek. Igen, a külföld azért más, mert ott azért is szólnak sokszor, hogy valaki, ha ellopta a telefonodat, akkor ha túllépsz egy adatforgalmat, vagy egy meghatározott összeget, akkor szólnak, hogy letiltják a kimenőt, letiltják az internetet, nagyon megugrott a számla, nehogy valaki más okozzon neked nagy számlát. Ott jogos az, hogy tiltanak, vagy jogosabb, ha mondjuk szólnak neked, hogy letiltunk egy nap múlva, mert nagyon magas az adatforgalmad. Na de 15 év után, amikor te minden hónapban befizetted a számlát, jogos az, hogy most kikapcsolják. És van egy visszakapcsolási faktor is, ez meg aztán különösen rosszul esik. Pénzbe kerül. Igen, tehát most nekem ugye engem lekapcsoltak, hát ha visszakapcsoltatod, vagy befizeted, akkor ugye megterhelik a számládat, tehát nem kell ott befizetni, hanem utána majd megterhelik a számládat. Most itt tök könyörtelenül levesznek a rendszerről, plusz még megvágnak, mit tudom, x ezer forintra. Hol a bizalom? Nincs ez a közüzemi számláknál, ez nincs, nem? Ha kikapcsolnak, lehet, hogy van visszakapcsolási díj, de hónapjaid vannak befizetni. Hát igen. Meg hát mindig a következő számlán ugye jelzik, hogy mekkora hátralékod van. De mi még eddig nem jutottunk el soha.
Jó, de te előre befizeted, hogy neked 2016-ig be van fizetve mindened érted. Le van adva a NAV-nál a könyvelésed 2022-ig. Tehát, hogy benne most nem értettem, hogy miért nem tudom lejelenteni a gázt, és aztán betelefonált, és mondták, hogy azért, mert a jövő héttől van a diktálás időszak. Jó, na, igen, akkor jó. Most megfogtatom. Tehát ott van a diktálás időszak minden hónap 14-e, 18-áig, te 8-án már riadta hívogatod őket, hogy szeretné jelenteni. Ezt nem úszátok meg, a jövő héten még találkozunk, akkor is kifizetem. Tehát te vagy a másik véglet, aki ezt azért meglehetősen túlszorongott. Nem, csak arra gondoltam, szolidarítva azokkal, akikkel szintén mondjuk munkaeszköz a telefon, hogy nátok mennyi? 60 nap? Az korrekt. 30 nap? Valahogy az is korrektebbnek tűnik. Nem, mennyi nálatok? Hát de mennyi, mikortól csúszol? Az is kérdés. Tehát lehet, hogy megengedték az egyhavi csúszást a befizetésbe. Ja, hogy ez lehet, hogy egy tavaly szeptemberi. Igen, és onnan igen. Jött, hogy 8 napod van. Most már nem várunk tovább. Nem teszem. Lehet, hogy csak most szóltak egy 995-ös számlam. Érted? Most mernek. Tudod? Igen, egy Ericsson 198-tal indítottam a hívást. Félve merjük jelezni, kedves Sebestyén úr, hogy 1996-ban volt egy 3 másodperces hívása. De hogy kellene lennie, hogy lenne ilyen sávos rendszer, csak lennének, mit tudom én, ilyen bronz, ezüst, arany, meg platina ügyfelek, akik, hogyha mit tudom én, 5-10-15 év után, akkor mindig lenne ilyen kis türelmi idő, és ne. Akkor mindig növekedne a türelmi idő? Igen, és mivel 20 éve előfizető, aki már 4 évig nem kéne számlát fizetnem, nem. Például fölhívna egy hang, amit a Feri mond, és azt mondja, hogy uram, én hűséges előfizetőnk, 20 éve itt vagyunk, nagyon sok pénzt elköltött, szeretnénk figyelmeztetni, hogy most kikapcsoljuk a telefonját. Hogy ebben a pillanatban kikapcsoljuk a telefonját. Viszonthallásra, szép napot kívánok. Nem, mondja, hogy uram, 20 napja van, és mondjuk még felhívnak kétszer, és ezt finoman érzékeltetik, hogy fontos vagy nekik, amikor ilyen kőkeményen hidegen kikapcsolnak, akkor azt gondolod, hogy x milliót hagytál már ott 20 év alatt, számoljátok ki ti is, mennyit tudtok ott. Tehát, hogy valamiféle minimális kegyesség, amit az ember elvár. Az állok hülye, nekem ma nincs telefonom. Hát. Na mindegy. Most az, hogy be kellett volna időben fizetni. Hát egyébként tényleg. Jó. Állítólag az van, itt valamelyik hallgatónk írja, hogy még a figyelmeztető SMS-t is kifogják szemben. Na hát az meg az igazán a 20 éve ügyfelünk vagy. De miért? Hát ha én kapok SMS-t, az miért kell mérszámlázzák ki? Hát ő küldi neked. Hát majd ő fizeti? Hát te fizeted. Rám veri az SMS. Hát persze. Ne. Hát de mi tök korrekt, téged figyelmeztet. Hát miattad küldte. Most én figyelmeztetlek téged. Hát az oké, de te nem fizetted be a pénzt. Nem fizetted be a pénzt, tehát ő nem írna neked SMS-t, csak azért ír, mert te elcsúsztál a befizetéssel. Tehát a te hibád az, hogy neki SMS-t kell írni. De akkor én miért nem fizetek kevesebb számlát, ha olyan helyen vagyok, ahol nincsen 3G? Miért nem fizetek kevesebb számlát, ha olyan helyen vagyok, ahol nincsen térerő, pedig azt ígérik egyébként, hogy a legtöbb helyen már van térerő, akkor miért nem tudok én is reklamálni? Miért mindig csak a szolgáltató reklamál? Nem? Miért mindig az van, akkor egy napot nem olyan helyen voltam, ahol te nem biztosítottál térerőt, tudom bizonyítani, nézd meg a cellainformációt, vond le, vagy adjál 10% kedvezményt. Tehát az, hogy ők folyamatosan szankcionálnak, de nekünk semmilyen jogunk nincsen soha, semmihez, csak mindig fizetni, nem, hát ez se korrekt. Hát hány helyen vagy te még mindig az országban, ahol nincs térerőt, pedig azt ígérik, hogy mennyi helyen van. Nem? Hát lásd, akkor a reggeli játékosok. Ott nem érnek el, te ott nem tudsz dolgozni, tehát nem tudod használni a telefonodat, ideges vagy, földhöz vágod, falhoz vágod, nincs térerőd, arrébb kell menned, mint egy másik helyre, vagy aznap nem tudsz dolgozni. Akkor oda-vissza, akkor ez miért nem működik méltányossági alapon? Nem? Hülyeség? Hát teljesen jogos az, lenne. Az, teljesen az, jogos hülyeség? Lenne. Az 7200 forintot fogsz visszakapcsolási díjnak fizetni. Ne csinálj már! Hagyjál már, miért fizetné 2200-at? Hát kikapcsolták a telefonat. 7200. Plusz az SMS. Ti kivel? Ti mire? Ti örültök ennek? De hogy örülök. Hát ezt velük is egytől. Figyelj, én is kaptam múltkor egy olyan SMS-t, hogy kedves ügyfelünk, boldog születésnapot kívánunk önnek, az SMS díja egyéb. Szerintem ez oda-vissza kéne, hogy működjön. Ez oda-vissza. Nem csak az, hogy fizessél, meg időre fizessél, te, aki igénybe veszed a szolgáltatást. Na mindegy. Jó, így már kicsit könnyebb, hogy kidőltem magam. Fél 9 pontosan 6 perc, elmondja. Még nincs telefonod. Igen, nem menjünk tovább. Ettől még egyébként nincs, igen. Fél 9 pontosan 6 perc, ha valaki szeretne hárosugrást játszani, akkor írjon SMS-t, illetve ha valakinek hasonló tapasztalata van szolgáltatókkal nyugodtan, hogy kit hány nap után, hónap után, perc után kapcsoltak ki, tették büntető listára, és mennyi idő a visszakapcsoltatás, még ilyen kanosszajárás kell, ilyenkor csinálod. Nem ez neked a probléma. Én nagyon érzem egyébként, hogy az egész ez csak egy lufit. Arról van, hogy 25-e van, és még mindig nem volt a vízről olvasó. Józsi, basszus, gyere már, hiányzó. A rohadt életbe. Megadom az új címet, hogy hova költöztünk. Fél 9 múlt 6 perccel jövünk a hírek után.
3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van, írt a szolgáltató? Tessék? Írt a szolgáltató. A kimenő hívásait átmenetének korlátozni. Rohadjatok meg! Lekorlátoztam, én megint megpróbáltam, hát valami tévedés van. És hány nap a visszakapcsolsz, tudod? Ah, nem. Nem, tehát teljesen tanácstalan vagyok, nem tudom, ilyenkor mi van. Hát gondolom, bemegyek, letérdelek. Igen. Könyörgök egy kicsit, és akkor befizetem. Igen, de nagyon sok SMS van egyébként, csak hogy ki hogy járt. Ugye kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ki hogy járt különböző szolgáltatóval, nem biztos, hogy mobil szolgáltatóval, nyilván közüzemi számlákkal, rengeteg mindennel. Érdekes tapasztalatok vannak. Ismerősnek kikapcsolták az áramot, mert szerintük nem fizetett, miután bemutatta a befizetett cseket, 10 000-ért visszakapcsolták. Ó, király. Hogy ez milyen durva dolgok aljas, vannak, nem? Az aljas. Igen. Nekem a szolgáltató szintén kikapcsolta a kimenő hívásaimat, a figyelmeztető SMS-ről nem vettem tudomást, mert tudtam, hogy rendben van a számlám. Mikor kikapcsolták, bementem hozzájuk, kiderült, hogy 15 000-es túlfizetésem van. Ezt Eszter küldte nekünk. Egyébként rémdráma, milyen sztorik vannak. Nekünk például volt olyan is, hogy költözés után a mobilnet nem volt 8 hónapig használható, mert nem volt lefedettség, reklamáltunk, ennek ellenére a hűség lejártáig könyörtelenül számláztak, és mikor lejárt a hűség, még volt pofájuk felhívni, hogy nem akarjuk-e meghosszabbítani. Szegény ügyintéző mamája szerintem még most is csuklik, tudom, nem ő tehet róla, de ő volt kéznél. Hú, szegény ügyintézők azért mit kapnak. Igen, de ez is teljesen inkorrekt, tehát hogyha az új lakcímeden nem tudja a szolgáltató ugyanazt a minőséget produkálni, akkor hogy merészeli kifizettetni veled? Tehát, hogyha ott konkrétan nincsen mobil internet, ahova te költöztél, az nem a te hibád, igen, hanem a szolgáltatói. Igen. Akkor hogy fizetheti ki a nem létező szolgáltatás? Abszolút. Mi Mexikóban voltunk két pici gyerekkel, és egy 200 kilométeres forgalommentes lakatlan úton lerobbant a bérelt kocsink. Próbáltam segítséget kérni, erre a telefonomra kaptam egy SMS-t, hogy átléptem a magas forgalmi limitet, és fizessek be 50 000 forintot. Majd 10 perc után egy következő SMS-ben korlátozták a kimenő hívásaimat. Majdnem megettek a drogos kis mexikóiak. Írja valaki. Ez mondjuk a szolgáltatást igénybe vevő védelmében van, én úgy tudom, hogyha te külföldön vagy, és hogy ne lépjél át, esetleg ellopták a telefonodat, vagy hát igen, hogy biztosítsa magát a szolgáltató, hogy ne verd magad olyan számlába, amit nem tudsz befizetni. Sokan jártak így, hogy ugye nagy számla, nem fizették be, tehát ez önmaguk védelmére van. De ez se jó. Rátöltesz egy 50 000-et? Nem tudsz így rátölteni. Ez akkor be kell fizetned, de azért kintről ez elég nehéz. Nekem is küldtek az SMS 8 napon volt, oké, elfelejtettem, tiltották a kimenő hívásaim és az SMS-eim, 16 500 forintot kellett fizetnem késedelmi kamatként, egy nap múlva kapcsolták vissza. Balázs, küldj SMS-t a szolgáltatónak, ha 8 napon belül nem kapcsoltok vissza, szolgáltatót váltok. írja egy hallgató. Én 2 hét haladékot kértem, sajnos családi okok miatt nem tudtam időben befizetni, adtak is 4000 forintért, úgyhogy 4900 a havidíjam. Tehát, hogy a haladék kérésére is vannak bizonyos szolgáltatók, aha, akik mondjuk pénzért adnak neked haladékot. Ez is érdekes. A tarifacsomagot váltottam, 5 forintos számlám jött, nem fizettem be, letiltottak. Jó, hát ez, de mert nem fizeti be, akkor ez egyébként jogos. Nekem 1162 forintos gázszámlát adtak a behajtó cégnek át, semmi felszólítás nélkül, az összes többi számla be volt fizetve. Jó, itt az összeget nem lehet nézni, nekik ez 500 000, 1005. Az is hiány. Nekik az is hiány, igen. Én az egyik szolgáltatónál dolgoztam a behajtási osztályon. A rendszer tilt le 30 napon túli díjtartozásért, előtte SMS-ben, illetve rejtett számról hív az automata. Ki fogják számlázni a figyelmeztető SMS-eket, illetve a figyelmeztető hívás árát is. Darabja 750 forint, hányat kapták? 2-t, az 1005, 40 plusz a 7500-200 forintos visszakapcsolás, tehát 10 esetbe fog fájni a dolog. Plusz a hitelrontási per. Nem mondtam szolgáltatót. Figyelj, de ez is nonsens, hogy ők a 600-ért, 700-ért, 1000-ért, nem tudom, szolgáltatója válogatja, neked annyiért szólnak, hol kerül ma egy SMS 700 forintba? Ez olyan, hogy bemész a postára, vagy bementél régen, és 1000 forintért küldtek el egy faxot. Tehát, hogy így nem áll. Nem? Aha, ez nagyon durva volt. Ez is emlékeztek erre? Hogy a fenében? Hogy a fenében? Elrólott egyszer otthon a faxbe, mentem a postát, nem hittem el. És az 1000 forint. Én értem, persze, ne járjon mindenki oda faxolni. Tehát én értem, hogy ennek az ára, hogy tényleg csak a legvégső esetben menjél oda, mert nincs ott arra külön ember, aki faxol neked ingyen. De azért jártam én is így, ugye, amikor kerékbilincs van, és ezt el kell faxoltatnod. Mondja a hölgy, hogy 900 forint, mondom,
összetörtem valamit a sorban állásra, ráléptem valamit, hogy történt valami, hogy 900 forintot kell fizetni. Faxért értem, hogy ennek a, az ugye, hogy tényleg mindenki oda jár a fax, hogy a postának csak ingyen, elfaxoljuk, menjünk oda. Aha. De necces, necces. Kérdezték, hogy elnézést, áfaszámát adhatunk? Nem. Mennyi lesz? 1200. Akkor igen! Igen, igen, sorsegye lehet-e fizetni. Balázs, te legalább kaptál figyelmeztetést, én aznap kaptam egy SMS-t, hogy tartozás miatt korlátoztak, egy előző havi számlámat elfelejtettem befizetni. Nem, a korrektség kedvéért mondjuk, hogy nekem szóltak, tehát az, hogy aznap szólnak és ki is kapcsolják, olyan nekem még soha nem volt. 600 forintot számláznak ki a felszólítás SMS miatt, plusz visszakapcsolás minimum 4000, és ha van biztosítás a készüléken, az is ugrik. Biztosítás az mi? Hogyha összetöröd, leejted, ellopják, akkor kapsz újat. És az, de az most ettől miért ugrik, mert nem fizetted, mert a készüléket megvetted, azt sem nagyon értem. Hát meg az nem feltétlenül náluk lett kötve az a biztosítás. Azt nem tudom, abból csak hülyeséget mondanék, nem tudom. Nyissál adományvonalat, Balázs, írja Józsa. Gyerekek, higgyetek el, ha én haragszom, értetek haragszom. De tényleg így van. Jó hangzik. Uh-huh. Igen, csak mi befizetjük a számlát. Nem erre gondolok, de hogyha mondjuk valamelyik szolgáltató hallja, és jövő hónapban, amikor változtat a rendszerén, akkor az azért van, mert itt most rengeteg hallgató írt, és megemlítettem, tehát ez nem csak rólam szól részben. Egyébként, de sok dolgot értünk már el úgy, hogy hangot adtunk ebben a műsorban ennek. Ebbe igazad van. Most én beszéltem reggel arról, hogy nem jártam metró, és biztos vagyok benne, hogy ebben a hónapban ez még elő fog fordulni. Hát de már jár. Értem, megcsinálták. Ja, tényleg. Tavaly ellopták, vagy részegen elhagytam a telefonomat, mindegy, hogy milyen kis... Nem, mindegy. Igen, volt biztosításom, ezért ingyen 30 ezerért kaptam újat, de csak, mit tudom, ez is volt, ez nem, ennek nincs nagyon értelme, igen. Jó. Akkor még lehet, hogy még mindig nem józan adott ki. Figyelj, odaadom a telcsimet, hívd fel a vízóra le. Tényleg, szóval, hogy biztos kölcsön adná. Hát, vagy csak befizeti, nem? Biztos kölcsön adná a rózsaszín lafleurjét. De a gyerekek, rengeteg hozzászólás egyébként. Rengetegen járnak ugyanebben. Anno egy forint tartozás miatt kikapcsolták otthonunkban a villanyt, 10 000 fizettünk csak a visszakötésért. Adri baba küldte nekünk. Nekem a szolgáltató kikapcsolta a kimenő hívásaimat, a figyelmeztető SMS-ről nem vettem tudomást, mert tudtam, hogy rendben vannak a számláim. Ja, igen, ezt már olvastam, ezt Eszter küldte nekünk. A szolgáltatónak mindegy, hogy te mennyivel tartozol, az ugyanáll a mínusz, az be kell fizetni. Hogyha kijött az egy forintról is, és azt mondod, hogy egy forintot nem fizetek, mert ne szórakozzál már, akkor azért is kikapcsolják. Van egy szolgáltató, ahol a figyelmeztető e-mailért kiszámlázta 200 forintot. Tehát, hogy te figyelmeztető e-mailt kapsz a szolgáltatón, ami nyilván lehet, hogy egy rendszerben egy robot küld, ugye nézi, és automatikusan elküldi, 200 forintot számláztak ki neked azért, mert kaptál egy figyelmeztető e-mailt. Hát azért, hogy csak van egy ember, aki ezzel foglalkozik, érted? A robotot is figyelni kell. Van egy informatikus, annak van fizúja, nem? Hogy a viharban hát 200 ellenem? Forintból mire az összejön? Tudod, mennyit kell ahhoz írni e-mailt? Nekünk is tartozol, Balázs, de nem veszed fel a telefont, pedig tegnap óta próbálunk hívni az elmű. Nem, mi nem befizetek, most szemetek vagytok, mert úgy tűnik, mintha a szolgáltató oldalán állnátok egyébként. És nem, 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 az nem, az én szolgáltatónál. Nem, te azt mondod, hogy be kell fizetni a számlát, és figyeljen oda az ember. Pontosan, hogy, tehát, hogy háborogsz azon, hogy nem fizetted be hónapok óta a telefonszámládat, a villanyszámládat, a fűtési díjadat, akkor nem kell csodálkozni. De most tényleg, a tied az egy nem jogos felháborodás. Hozd a pokrócot. Há, vagy most hozhatok pokrócot. Hozd a pokrócot. Most úgy megverem, hogy... De nem az a baj, hogy téged verünk. Az a baj, hogy most ketten vagytok ellenem. Érted. Hát de figyelj, nem fizetted be, és akkor fölháborodsz. Van mindennek egy díja. Az e-mailt valakinek egyszer meg kell írni, a B, van egy informatikus, aki karban tartja a rendszert. Tehát fizetés... az ember figyeljen arra oda, hogy befizeti a számláját. De nem. Hát végül is, hogyha belegondolok, hogy amikor meg a klassz nem utal neked időben, már rögtön pattogsz. Nyugi, utalak, azt én tartom vissza a lóvéját, és kicsit megforgatom. Tehát, hogy nem a rádió időben. A rádió időben, de higgyétek el, van egy kis csúszás, az nem a rádió. De én kicsit szórakozom a pénzzel. De nem lenne ez az egész dolog, nem lenne ez, hogy nem tudsz most telefonálni, két napig tök ideg leszel tőle, ha befizetted volna ezért. Én nem azt mondom, hogy ne kapcsolja ki a szolgáltatót, én azt mondom, hogy legyen egy kicsit
emberibb, mutasson némi könyörületet, értse meg, hogy én sok pénzt költök ott el, nem vagyok bűnöző, nem akarom őket átvágni, be fogom fizetni, értetek? Az eljárással van bajom, nem azzal, hogy nyilván őket nagyon sokan vágják át, és nem tudnak különbséget tenni, most csalóként nem fizetem, és megléptem, és már valahol külföldön vagyok, vagy csak egyszerűen normális honpolgárként, aki csak elfelejtette, mert ember, vagy gyereket nevel, és kicsúszott a kezéből az a számla. Tehát én értem, hogy te mit mondasz, csak aha, csak jó, világos jellem. Érted? Tehát, jó, akkor ne kerülj a 700 forintba azt, hogy ő még nekem SMS-t küld meg 5000 forintba. Jó, ebben igazad van, de ő küldött két SMS-t, tehát azt én is elítélem, hogy ez 750 darabja az SMS-nek, plusz a visszakapcsolási díj, mert gondolom ez körülbelül ennyi. Vissza van kapcsolva a telefonot, tehát három gombot megüt, de ő kétszer szólt neked SMS-ben. 8 napja van még befizetni. 3 napja van, és az SMS-ben benne van az is, hogy ki fogjuk kapcsolni a telefonját. Nem, sajnos egyébként a visszakapcsolás esetében nincsen igazad, Feri. Biztos, hogy nem barátkozom veled többet. Sajnos, hogyha mondjuk ilyen telefonos ügyintézést már végeztél, nyilván végeztél, akkor tudod nagyon jól, hogy ez a telefonos visszakapcsolás, ez lehet, hogy ennyit csak addigra, még 4 emberen mész át. Kapcsolok egy kollégát, mert nekem sajnos nincsen jogosulásom ahhoz, hogy visszakapcsoljak. Legyen szíves, tartsa, legyen szíves egy pillanat. Jó, 5. Igen? Nem, ezek nem mi vagyunk, de mondok egy másik melléket, és akkor azon mondja el, nem. Visszakapcsolom az első kollégához. Ő ezt tudja. Meg, igen. 4 emberen megy át, mire tényleg visszakapcsolja neked a szolgálatot. De és ráadásul nem tudod őket fölhívni, hiszen a kimenők hívásait korlátozva van. Nem tudok most telefonálni. Te kell menned a boltba. Jó. Jó, van, nem kicsit magányos lettél ebben. Elmagányosodtam ebből a témában. Játsszunk hármasugrás, már is itt van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel. Halló, sziasztok! Hello! Rózsa. Roszka vagyok. Ki vagy? Roszka. Roszka. Igen. Ja, mert én Rózsát láttam itt ideírva. Igen, mert igen, az a nevem, de egyébként így becéznek. Aha. Roszkának becéznek. Igen. Honnan hívtál minket? Berettyóújfalu. És mit dolgozol, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Egy papíripari cégnél ragasztjuk itt a reklámtáskákat. Reklámtáskákat ragasztasz. Imádom a papírszatyrokat. Papírszatyrok, fetisiszták vagyunk, de tényleg. Igen. És gyűjtjük otthon. És nem mondod. De tényleg, iszonyú sok van már belőlük. Valamiért én azt gondolom, hogy a papírszatyrok elegánsak. Nem hát tudom. Hozzád abszolút illik. És mi, így föl van stócolva valami? Nem, van egy fiókunk, amiben csak papírszatyrok vannak. De minden papírszatyrok, vagy csak a szép papírszatyrok? Két ilyen ember elülök itt minden reggel. Az egyik szépnek gondolja a papírszatyrot, a másik nyal a szolgáltatóknak. Nem, mi szép, és gyűjtitek. Van, igen. Ugye? Hát most mondd meg, és mit csináltok majd egyszer? Be, bocsánat, Roszka, csak ez egy pillanatra, mit csináltok? Most nehogy a Balázs Sajlád már hát belőlünk él. Hát nekünk csinálod a szatyrokat, és Balázs Sajlád. De mi is, mit csináltok ezer darab papír szatyorra? Egy idő után az van, hogy amikor már nem fértünk, megrendeljük. Ja, drága vagy nem, Janit kérdezem majd, mert akkor visszatérek hírek után. Foglalkozunk veled. Hányat csinálsz egy nap, Roszka? Hány megy át a kezed alatt? Hú, most ott valaki nagyon odalépett az üzemben a munkának, kicsit igen. Hangos a dolog. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem, hát picit nehezecske. Nehezecske. Vagyunk itt egy csomó van, úgyhogy hát, ha valaki tudja. Na. Szintén papíripar? Igen. Kik vannak még ott? Hát például a Norbika, okos, meg másik Rozika. Norbika okos? Meg Marika, meg Anikó, meg Pisti. Szerintem ő. Sokan vagytok. Meg Eta. Norbi okos, vagy nem az eszélyes szeretek? Norbi az inkább szép. Éreztem. De jó. Norbi inkább szép. Jó, de jó. Ez jó. Hívd oda magad mellé, jó? Nem, pont szembeül velem. Pont szembeül. Figyelj, hallani akarjuk az ő válaszait is, jó? Mondd, hogy először Norbi mit gondol, aki inkább szép, mint okos. Jó, mehetünk? A nap dumája. Ő inkább szép. Halljál majd te válaszolat először. Mindegy, nem érti, de legalább helyes. Jó, itt szól az első kérdés. Figyelj, hogy nevezik idegen szóval a csípős japán vízitormát? Norbika? A csípős japán vízitormát, hogy nevezik? Majdnem úgy már, mint a mustár. Wasabi. Wasabi, így van. Norbika mondta, vagy te tudtad? Szájról olvastam, ebben van dugva a fülem, igen. Utiási vagy. Nagyon, nagyon jól játszottak. Mehetünk tovább? Igen, természetesen. Mit csinál Norbika? Négy. Egyre szebb. Okosan néz? Igen. Okosan néz. Itt szól a második kérdés. Melyik világhírű popstár sláger a Bailamos? Bailamos? Melyik popstár sláger a Bailamos? Norbika? Norbika? Mit mond Norbika? Sokat nem segít.
Norbika, mit csinál? Négy. Megint? Most már elviselhetetlenül szép. Spanyolos. Az majd. Rossz. Így van. Nagyon jó irány. Mit mond Norbika? Norbika. Segítség. Melyik fogsz sláger a Bájlamos? Ricky Martin. Mit mond Norbika? Norbika? Ricky Martin. Meg se hallottuk. Nem hallották, akkor mondjatok más. Nem hallották, mondjatok már. Jó. Segítség, hát mi? Norbika? Ki? Erika Iglesias. Ezt Norbika mondta. Na jó, Norbikának, Norbika. Figyelj! Na jó, de csak ma azért, mert ilyen jó napunk van. Na. Jó lett? Igen. Jó. Kitört Norbi a skatujából. Igen. Mit csináljuk a harmadik kérdéssel? Hát, ugorjunk neki, nagyon nehéz. Norbika okos, nem csak szép, igen. Nektek? Hát... Nem könnyű, tényleg nem egy könnyű kérdés. Igen, sportos kérdés. Norbika, jó a sportban? A sportot tudja valaki. Norbika tudja a sportot. Norbika bólogat? Bólogat, de nagyon. Ja, jobban tud futni, mint verekedni. Hát, az okos, ez egy bölcs döntés egyébként. Tehát inkább fussal az ember, mint verekedjen. Na, próbáljuk. Hát, de ha ezt nem sikerül, akkor a bombolás van, ugye? Igen. Igen, de abban ne higgyetek nagyon. Tudunk ordítani. Jó, így szól a harmadik kérdés. Melyik sportág olimpiai bajnoka Kis Balázs? Kis Balázs melyik sportág olimpiai bajnoka? Kalapácsvetés. Norbika! 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 Ki volt? Norbika mondta? Norbika, bizonyám. Kihúzta magát, egyen meg a lelkit. Norbikának ez, nagy, ez egy nagy nap. Norbika most mennybe megy. Ő az én hősöm. Háromból kettőt ő tudott. Így van. Bizonyám. És azt mondtad, hogy inkább szép, mint okos. Na most, nagyon okosnak tűnik, de akkor milyen szép lehet? Most változtatok a véleményemen. Okos is és szép is. Bizony. Igen. Jól van, ügyesek vagytok, megadtuk, jó? Még a rossz válasz ellenére is, úgyhogy van egy szép kis ajándékcsomagot. Adjatok belőle valamit Norbikának, jó? Biztos is, hogy adunk neki belőle valamit. Mit kap? Aznap nem lesz elnyakalva. Korrekt vagy, Roszka. Szegény Norbika. Mennyire lennél Norbika? Mennyi pénzért lennél? Ezen a munkahelyen Norbika, ugye? Tehát ez most tegye fel mindenki magának ezt a kérdést, hogy Norbikát ma nem verik meg. Szinte mindent ő hozott össze, de még így is osztják. Így is vagyunk. Norbika, mióta dolgozik a cégnél? Hát, 2-3 éve, Norbi. Uh-huh. Három. És magatokat ismerve még meddig? Nem tudom. Na jó. Szeretjük egymást különben. Teljesen hallatszik a hangotokon. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. További szép napot nektek. Sziasztok. Hello. Szia, Norbi. Sziasztok. Ciao. Szia, Norbi. Hogy tök. Hello. 3, 2, 1. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jobban fut, mint verekszik. Szegény Norbika. Igen. 9 óra múlt pontosan 1 perccel jövünk Ákos hírei után. 9 óra múlt 14 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk és folytatjuk. Az utolsó egy órát friss meleg közlekedési hírekkel. Majd azért közben gondolkodj azon is, hogy kéne befizetni a számlát. Hát annál is inkább, mert itt úgy látom, hogy megint a biztonsági őr, itt van, alig tudják visszatartani a hitelezőket, mindegy, hát valahogy majd megoldjátok. De tényleg meddig tart, Balázs, de meddig tart? De ebben igazad van, én értem, hogy te miért képviseled azt az álláspontot, hogy miért értesz te velük egyet. Én ezt megértem, csak nem szeretlek. Jó, de ezzel nincs baj. Igen, tehát hogy az én figyelmetlenségemért nem magyarázkodjak. Tök igazad van, mert ti most itt végighallgattátok még, hogy még hat dolog nem szolgáltató, teljesen más miatt én mérgelődöm, de kiderül, hogy azért, mert én vagyok feledékeny. De ebben igazad van. Na, akkor összefogod a kis sárga csekjeidet, van egyébként internetes utalás, segítek. Van. Otthon este, amikor elaludt a két gyerek békésen. Nem mondok semmit. De amikor, na, leülsz, Jani megmutatja, mert ő nagy internetes utaló. De amikor a két gyerek elalszik, május környékén, akkor mindenképpen ezeket az. Május környékén már végig aludszák. Ez az a baj, hogy ez egy ilyen személyes attitűd, a személyiségednek egy jellegzetesség. Ez ugyanolyan, mint amikor 2000-ért tankolsz. Na, vagy amikor hagyod kifogyni a benzint. Tehát mind ma reggel. Hogy az utolsó métereket már rángatva teszi meg az a drága autó. Na igen.
Jó, értem, hogy mit mondasz, hogy vigyeljek oda, igazad van. Csak egyel jobb ember vagy saját csak magad, és a szolgáltatod elő. Józsiká, hozzá vagy 3-4 decit, légy címe. Odáig már nem gurulunk el. Igen, hát izgalmas ez így. Jó, már megértem, persze. Nem működik a jelzőlámpa a Krisztina körút és az Alagút utca kereszteződésében, ezt Gábor küldte nekünk. A 85-ös úton Ráva Tamási határában most borult árokba egy sóder szállító kamion, senki nem sérült meg. Zoli küldte nekünk, hál' Isten, köszönjük szépen. Mi megyünk ma postára, feladjam a csekélyre? Mi? Most... Én nem hagytok már ezzel békén. Látod, és ők például, igen, ők, akik közlekedési SMS-t küldenek nekünk, ők mindannyian befizették a csekjüket. Látod, most itt... Az a baj, hogy behozok egy dolgot, azt hiszem, hogy mellém álltok, és közben kiderül, hogy egyébként valahol jogosan, de a szolgáltatót véditek, hogy az ember figyeljen oda, és fizesse be a saját csekélyt, tehát legyen felelős felnőtt. Én ezt értem, de hát azért... Jó, emberből vagy te is. Emberből vagyok, de hogy ennyire pillanatokat elárultok, és azt mondjátok, hogy megérdemled, mert nem fizetted be, azért ez nem egy szép. Ez nem egy szép gesztus, hogy nem álltok ki mellettem ebben a harcban, hanem kvázi véditek a szolgáltatókat, most mindegy, hogy közmű, vagy telefon, vagy bármi, és azt jelenti, hogy rendes ember, tessék befizetni, hülye vagy nem fizetett be, akkor kikapcsolják, kicsit megérdemled. Fáj ez a fajta nagyon-nagyon-nagyon csúnyán nem szolidáris hátbatámadás, amit gyakoroltok, de nem tudok mit csinálni. Figyelj, addig, amíg visszakapcsolják a telefonodat, lássuk, hogy a dolgok. Rohadékok. Itt a telom, heti egy SMS-t kapsz tőle. Elkülönítek neked heti egy SMS-t az enyémből. Szemetek. És mindig írsz nekem egyet, hogy fizessen be? Ne felejtsd bari a számláidat? Igen. Jó. Jaj, gyerekek. Persze írjátok, ez a Balázs egy nagy fogtechnikus. Most még jöjjek ki úgy a megszólalásból, hogy nyilván azért nem fizetem a saját számláimat, mert spúr vagyok saját magamhoz, sokkal jobban szeretek utána járni. Jó, viszont van valami, amit szeretnék veletek megosztani. Ezt egy internetes portál a súba talált, a gyerekek. Hát régen láttam ennyire szórakoztató dolgot. Arról van szó, hogy vannak önjelölt hülyék, akik az életüket arra teszik föl, nyilván én is jól fogalmazok, hogy nem hülye. Tehát ő egyszerűen meglátott egy olyan piaci részt, ahol be lehetett férkőzni, aki elmegy hasonló tanfolyamokra, szerintem az a kicsit flugos. Vannak olyan férfi-női párkapcsolatokat elemző, magukat szakértőnek mondó emberek, akik pénzt szednek le úgy, hogy vagy tanfolyamokat indítanak, vagy interneten keresztül adnak neked tanácsot, és erre te előfizetsz, vagy ne agyisten mondjuk ingyen meghallgatod, már a legtöbb ezért pénzt kér. És talált az egyik internetes honlap egy társas dinamika szakértőt. Dinamika? Társas dinamika szakértőt. Ez nagyon jól hangzik. Aki férfiakat képez ki arra, hogy tudnak becsajozni. Már a járásukkal? Itt most ő egy 3 perces előadást tart arról, hogy ha te jól jársz, akkor neked nagyobb esélyed van egyébként becsajozni. Mondja ezt egy olyan ember. Adja? Tessék? Ezt már pénzért adja, ezt a tudást? Ez a tudás, ez most lehet, hogy ő ingyen feltöltötte. Aha. Egyébként, hogy okosodjanak a férfi társai. Egy alapfokot feltöltött. Mindenesetre arról szól, hogy tudsz te csajozni azzal, hogyha szép és jó a te járásod, és vannak férfiak, egyébként nem kevesen, akik tényleg kifizetnek nem kevés pénzt egy hétvégi tanfolyamra, hogy ilyen önjelölt őrültektől hallgassanak egyébként különböző tanácsokat, hogy hogyan legyél te férfi. Stílus tanácsadás, vagy hogyan legyél te még férfiasabb. Gondold, de kik mennek el egy ilyen tanfolyamra? Ott a nagy a baj. Ő társas dinamika szakértő. Aha. Kicsit belehallgatunk, hogy mit mond ő a járásról, hogy lehet csajozni? És utána nézzük meg, hogy van-e ilyen OK és képzés, hogy társas dinamika szakértő. Társas dinamika szakértő. Mi az, hogy társas dinamika? Tehát két ember között fellépő társas dinamikai megnyilvánulási formák, a kommunikáció, az ismerkedés, amikor te tulajdonképpen verbális kapcsolatba kerülsz egy másik emberrel, az már a társas dinamika része? Hát, az első találkozástól kezdve szerintem, ahogy meglátod a másikat, akkor minden jel üzen, hogy nézel ki, és hogy jársz ezek szerint az is. De a társas dinamika az nem az, amikor már együtt mozogtok? Hát de az már az első meglátásnál, amikor így rápillantasz valakire, az már együttmozgás. Még messzi együttmozgás, de már az. Ez nem szóló dinamika? Ja, a járás, de. A járás a szóló dinamika. Amikor már összejöttetek és együtt jártok, akkor az a társas dinamika. De már akkor üzensz az egyedül lévő járásoddal annak, akit ki akarsz kapni a tanácsból. Na látszik, hogy nekem van a legnagyobb szükségem erre a szaktudásra. Elmész erre a tanfolyamra. Igen. Jó, kifizettél mondjuk 30 000 forintot,
beülsz, és meghallgatod XY igen. Társas dinamikai szakértőt. Jó napot kívánok, látta, hogy jöttem egy dráma, ugye? Na, segítsen rajta, legyen szíves. Akkor ő most hozzád beszél. Te vagy egyedül ezen a tanfolyam, mert sokan még ezt az embert nem ismerik, és elmondja neked, hogy kedves, hogy hívják magán? János. Hogy tud ön becsajozni a járással? Te hallgass meg. Ugye, tehát nem mindegy, hogy egy férfi... Nem. Hoppá. Egy kis zenei felvezetése aha, van. Aha. Gratulálunk a vágónak. Tessék. Nem, én voltam. Ja. Hogyan kezd fel az emberek figyelmét csupán a járásoddal? Te már itt ülsz az első sorban, már kajálom. És már nagyon kajálod a dolgot. Figyelj. Na, sziasztok, szóval... Na, egyedül vagyok, nem látsz? Igen, egy gabonasilóban vette fel, mert egy finom alapzal azért van. Hogy... Fontos, hogy tudjatok járni. Az. Nem mindegy, hogy egy férfi, mi? Hogy jár, hogy sétál, azzal hívja fel a figyelmét a nőre, illetve bárki más jobban felfigyel, hogyha a járásod megfelelő. A járás az alapvetően, majd fogok mutatni, de alapvetően mindig úgy kell elképzelni, hogy képzelj el a fejed búbján egy kis fonalat, és akkor mintha valaki így ki akarna húzni. Hát nagyon sok férfit látok úgy, hogy egy görbeszt, hogy a minél idősebb, annál jobb, hogy begörjed. Hát, na itt most magamra is mentem. Az beszélt? Igen. Begörnyel, és az nem jó, hanem húzd ki magad, és sétálj teljesen erőből, pozícióból, teljes pozícióból. Jó, ezt jegyezd meg, várjál. Írd föl, pozícióból sétálsz. És erőből. Erőből és pozícióból. Mi az, hogy pozícióból sétálok? Hát én ezért szeretem az ilyen videókat. A pozícióból eljutok a B pozícióból. Hát tulajdonképpen ez. Hogy legyen egy pozíció, amiből elindulok, és erőből sétálok. Aha. De nem lazán kellene sétálni? Nem erőből, hogy megmutasd, hogy kemény vagy szerintem. Most de mi ez olyan, mint amikor verem a vigyázt az alakuló téren? Pontosan ugyan. Várj, még van. Egyenesen. Ez azért fontos, mert így sokkal jobban előjönnek a férfi értékeid. Értitek, hogy aha. A férfi érték. Erő. Erő. A tánctanárom szokta mondani, hogy sokkal jobban észrevesznek így a lányok. Nem csak szórakozó helyen, nem csak egy tánc mulatságban, hanem az utcán is. Egy tánc mulatságban. Nem csak a tánc mulatságban veszek észre. Mindezt egyébként egy betűrt ingel, egy kisméretű bőrkabáttal egy márvány koptatott farmerban. Zseniális. A tánc mulatság kifejezés egy kicsit jóka is azért. Még egyszer mondom, húzd ki magad, egyenes, és erre figyelj oda. Erőltesd, tehát hogyha észreveszed, hogy egy picit már így megy el, akkor húzd ki magad a vállad fent, fejed. Nagyon-nagyon szemléletes, főleg minél magasabb valaki, magasabb tanítványaimnál. Csak ezt az egy dolgot meg... Neki tanítványai vannak. De jó. Tehát neki vannak tanítványai. Hirtelen kivirul minden körülötte, és egyértelműen látszik, hogy a nők sokkal jobban felfigyelnek rá. Tehát érdemes ezt használni, érdemes, hogy ezt gyakorold, és nap mint nap szokásoddá tedd ezt. Hol sétál az ember? Nagy vagy úttest, vagy mi? Ott van. Igen, nagyon komoly. Ő a stílus tanácsadó. Igen, és ki tudtam tenni, igen. Nagyra. Ő a szenszei. Igen. Négy danos társas dinamika oktató. Jézusom, gyerekek, hát... Aha. Na, várjad, én megmutatom a járást, figyelj. A dolgot. Nem könnyű, hogyha berögzült egy ilyen vál előre, stb. És a görnyet, vagy ezt keresztül vinni, hogy ez szokásoddá beépüljön ez a dolog, hogy átváltoztasd így a... Figyelitek, aha. Hogy mit mond? Figyeljük, hogy mit mond? De értelmezni még nem sikerült. Az életedet, de nagyon fontos. Miért? Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Mondja ezt ő, aki egy percig nem áll meg a helyén, érted? Tehát olyan zavarban van a csávó, hogy jobbra-balra. De várjál, bemegy a tömegbe, és mutatja, hogy kell járni. Egyetlenül kezd beépülni azt, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen. És ilyen megy. Illetve kihúzod magad. És egy beépített ember megfordul utána, arra jó. És vigyázzálás.
produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyed. Picit nekem ez a vigyázzbek, aki a mozgás inkább. Sajnos a hallgatók nem látják, feltesszük a Facebookra, szóval ő a Váci utcában vette föl ezt a jelentet. Egyébként hátulra mutatják, hogy mindenki átgázolva megy. Tehát ő hasít. Aha, és senki észre nem veszi. Senki észre nem veszi, egy sékes, epersék, vagy van, hogy a sék van a kezében, tehát a, úgy még menőbb az ember egyébként. Hatsza, testedre a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Megáll és igazít. És jobbra mellette egy tanítvány. Következő történik, hogy megáll, hátulról mutatja a kamera, megáll a Váci utca közepén, és igazít egyet a fenekén, kicsit kacsábjárásban indul el. És ő gyerekek tréningezi a férfiakat, és vannak, akik elmennek erre a tanfolyamra. De figyeljetek, én nem csak beleképzelem, de ez a srác, ez megfeszíti mind a két farpofáját, és összeszorítja egy járás közben. Tehát olyan, mint a diót törni akarna, vagy diót törni akarna a két farpofával. Teljesen görcsös, ahogy megy. Lehet tolókocsi, babakocsi, itt már megy. Akkor is, jó? Na, kezdjük, nézzük meg ezt a sétát. Mutasd, mester, taníts! Nézzük meg a sétát. Jó, húzd ki magad, és fogod látni. Hátulról mutatják, ember rá nem néz. Figyeljétek, senki rá nem néz, tehát senki. Na most indul el. Gyönyörű. Jobbra-balra ingó felsőtest, kicsit mackó sárka. Én már kezdek bele havarodni. De miért megy oda be közéjük? Látod? A bal oldalon simán el tudná menni, és ő belemegy a tömegbe. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit gyölnyedtem, hogy ilyenkor... Hát ez beteg. Mennyire mennél le, Jani? Erre a tanfolyamra? Igen. Ez megint az a helyzet, amikor nagyon kellemetlő érzem magam. De én még imádom. Ez, na látod, neked kellene elmenned, mert a vízorolvasóval is teljesen másképp válsz, mint ahogy én. Én meg akarok szabadulni tőle nagyon gyorsan, te pedig kiélvezed minden pillanatát a szürreális szituációnak. Na most ennél szürreálisabbat, mint a társas dinamika oktatás, most azért elég régen láttunk már. Én figyelj, lehet, hogy velem van a baj. De imádom ezeket a videókat. És hogy jár, mint egy ilyen kis kacsa, tehát hogy mutatja a fenekét. De higgyetek el, hogy vannak férfiak, akik tényleg egyébként elmennek, meg nők is elmennek ilyen típusú tanfolyamokra. Tehát van egy napos tanfolyam, két napos tanfolyam, 75 ezer forintért, ahol téged megtanultanak járni, többek között, és attól te elhiszed majd, hogy jobban tudsz csajozni. Nem elhiszem, ahogy ő fogalmazott, hogy a magabiztosság kiüljön a testbeszédemre. Ő ezt mondta, így fogalmaz. Erőből. Kihúzom magam, jobban észrevesznek? Igen. Milyen hülyén jársz, mint a karót nyeltél volna. Mi lehet a baj a srácnak? Nem jön talán hamar vécét. Azért, hogy nem hiszitek kedve, hogy meghallgattam az adást, kihúztam magam, és mindenki engem néz. Ez a srác egy profi. Tehát van olyan, tehát miért mész el ilyen tanfolyamokra? Nem sikerül becsajoznod, vagy nem vagy sikeres a nőknél, és ez egy ilyen végső mensvár lehet? Ez már végső kétségbeesés. Végső kétségbeesés? Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy amikor már tényleg már semmi sem működik, akkor mondjuk, ha túl vagy már a csajozós dumákon, az összes a rossz tippen, amit a haverjaitól kaptál, az összes kudarcon, csalódáson, és akkor még valami, hát ha van valahol egy szalmaszál, és akkor jön a társas dinamika oktatás. Figyeljetek, én összedobom valamelyik kötöknek. Ha ez egy egynapos dolog, nem megy el valamelyik kötök? Megvan most, nyilván nem mondom be a portát. Nem mész el, Jani? Ezzel célzott arra, hogy neked van kettőnk közül szüksége erre. Egy napot tölt kíváncsiságból, hogy mit tanul meg az ember egy ilyen egynapos járás tanfolyamon. Basszus, órákat fogsz elrabolni az életedből. Csak igen, és ez borzalmas. De ki fizeti? Na? Ha elmész, én már úgyis tartozom egy beleszét végével, arra sem mentétek. Ja, igen. Az majdnem ugyanaz. A kettő közül valamelyiket válaszna. Tehát, hogy én láttam egyszer, hogy kitart ilyen tanfolyamot. Egyszer egyébként föl is hívtunk egy stílus tanácsadót, vagy itt volt, emlékeztek, randigurút fölhívtunk. És behívtuk adásba. Igen, beszéltünk a randiguru az, aki ugye soha nem randizott, tehát hogy így vagy nem jött össze neki, nagy hatásfokkal így a csajonak, akit így kinézett magának, kb. 90%-át el is bukja, és ő ugyanez a kategória. Ez a srác nem tud járni.
semmi természetesség, semmi lazaság, semmi flottság, semmi maga, tehát hogy pont minden hiányzik belőle, amit ő elviekben oktatni kellene azoknak, akik elmennek hozzá. Általában ez a fiú ugyanaz, aki évekkel ezelőtt már telefonos videókat, átverős videókat küldtöltött fel a YouTube-ra. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanarról a srácról van szó. De most megtalálta az utat, hogy ez az, amihez ő ért. Most megtalálta az utat, hogy csajozni nem tudó férfiaknak segít egy kétnapos továbbképzés keretein belül, de hogy ő az, aki egyébként hétvégén, vagy régebben évekkel ezelőtt telefonos átveréseket töltött föl, amik egyébként állítólagosan zseniálisak. Uh-huh. Tehát ő ugyanaz a srác. És ugyanazt csinálja. Nagyon jó. És van más témakör is, vagy csak a járás? Nem, van egy oldala, nyilván azt én még nem néztem meg. Aha. Nem néztem meg. Igen. De ezt megvan, hogy miket mondod? Hogy tök mindegy, hogy mi jön szemben, ne térd ki babakocsitól. Azt értelmeztétek, hogy jön közben miket mondod. Tudom, hogy többször meg kell hallgatni, de azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mi jön, ne térd ki. Igen, kell, vonal van a fejed búbjától lefelé, jöhet, ahhoz kell igazodnod. Jöhet babakocsi, tolókocsi. Mm-hmm. Tehát egy nagyon humánus megoldás. Egyébként, hogy jöjjön a Váci utcában, 30 000 forintért megtanulsz sétálni, akkor bármi jön, ne térd ki. Ezt te megtanulod egy tanfolyamon. Ne térj ki a babakocsi elől. Így van. Babakocsi, tolókocsi. Tehát, hogy ne csak magabiztos legyél, hanem gyökér is. Milyen a képzeletbeli fonál, amit úgy kell járni, hogy átvezeted saját magadon? Átvezeted saját magadon, és akkor ki vagy húzva. Erőből vagy kihúzva? Erőből, és erőből is sétálsz. Hogy erőből, erőből kell sétálni, és pozícióba. Azt mondtál, pozícióba, erőből sétálsz, nem térsz ki. Na, akkor három, ezt jegyezd meg. Azért, fia, sétálsz, azért nem értjük ezeket a dolgokat, mert nem tudunk normálisan sétálni. Tehát nem értünk ez a dologhoz, és ezért nem értjük még őket. Igen, hebrencs módon össze. Tényleg kifizetem, menj már el erőből járni. Menj már, légy, menj el hozzá. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Az drágább. Én nem fogok a Váci utcába sétálgatni ezzel a szerencsétlennel. Hát kézzel valami nyilvános helyet. Mondjuk ha valami a külvárosban valahol találkozunk valamilyen, hogy egy szántóföldön, akkor... Telefonáljanak már nekünk nők, tényleg írjon már nekünk egy nő, akit vissza tudunk hívni egy szexi 30-as hangú, de nem baj, ha nem 30-as, 40-es, 50-es, tök mindegy, hogy milyen, hogy nézik el, vagy szexi el, hogy egy pasi hogy jár. Tehát, hogy mi férfiak egyébként megfigyeljük, hogy a nők hogy járnak. Ugye szeretjük a mozgatjuk is a csípőjét, de tud a szexi lenni azért, hogy egy nő hogy jár. A nő az nőnél persze. Egy nő tud rondán menni, meg tud szexi menni. Vannak olyan nők, akiknek kifejezetten jól áll, ahogy mennek, mert kicsit mozog a csípője, szexi, és valahogy van a mozgásában némi erotika. Hogy telefonáljon már bár egy hallgatónk, aki nő, mondja már el, hogy ők figyelnek-e bennünket férfiként, hogy mi egyébként hogy járunk. Hogy izgatja hogy szexi, őket, látják, hogy erőből járunk. Hogyha megtanuljuk, hogy a Jani elmegy hétvégén, és megtanulja az erőből fonalon járás. De én a hétvégén nem fogok beáltozni a forróság. Jó, akkor ha van egy hétvégén, egy délutáni tanfolyam, akkor akkor én esküszöm, hogy befizetlek. Valaki csörögjön már be. Egy női hallgatónk. Juli, gyere addig, amíg nincs hallgató. Gyere, mondd már el. Gyere egy picit, Juli. Hova mentél már? Hova sétáltál megint erőből? Gyere, csücs, ez látod, mikrofon is meg. Gyere, figyeled, hogy jár egy pasi? Van olyan, hogy szexi férfi járás? Ilyen van, hogy egy férfi szexi megy? Persze. Kihúzza magát. Nem, most hallgatod, megszólalás. De nem, figyelj, várjál, most megmutatom, amikor én megyek, és milyen az, amikor én kihúzom magam. Én általában így megyek. Hát ez nem túl. Igen? Igen. Ez, igen, és... Egyébként, ugye, hogy... Manöken. Ugye, hogy ja, de te, ha sétálsz, megnézed, hogy megy egy pasi? Tehát mit, van olyan egy szexi férfi járás, vagy nem az a szexi egy de férfi? De az tényleg odafigyel magára. Szerintem, tehát, mert minden embernek megvan a sajátos maga, a maga sajátos mozgása. De ha egy férfi tényleg odafigyel, és kihúzza a hátát, és felemeli a fejét, akkor attól Liszára popsi is. Mondjuk ő velem szemben a babakocsima, és én tolom a gyereket az utcán, én elütöm. Tehát nekem elütöm, biztos, hogy figyelj, akkor most vagy te térsz ki, vagy én. De egy babakocsival megyek, hogy a Viki babakocsival megy, és jön egy ilyen félbolond, aki a fonalon való járás tanulja, tanítsa a Váci utcában. Hát a Berki Krisztián azért ő például elég szépen tud járni. Azt nem figyeltem, hogy a Berki, hogy ott van. Így van. Na hát azért nem. Jó, most azt hittem a monstrum. Őt még nem láttam, de Berki Krisztián. De most szexi, tényleg szexi? Egy pali, ahogy megy? Igen. Tud szexi járni, igen. Egy férfi is tud szexi járni. És akkor rögtön lecsúszol a popperra, megnézed, hogy az, hogy mozog a feneke? Hát meg. Látod? De ahhoz olyan cuccok is kellenek, nem? Amik ezt kihangsúlyozzák. Tehát, hogyha egy kicsit lamposan vagy felöltözkedve, akkor a járás nem jön elő.
Dehogy nem. Hát hogy ne jönne már elő? Hát én is tudok slamposan járni, és ki tudom magam húzni. Hát ahhoz nem kell felöltözzek úgy, hogy... Na most csak mondom, hogy ennek a srácok egyébként hatalmas hombár alteste volt. Kicsit kentaurus. Picit, igen, picit. És, nem a jó és felvett hozzá egy olyan, hogy hívják, ott egy olyan kis bőrkabátot, ami a derekáig ért, és teljesen szabadon hagyta a fenekét. Na most őt hátulról nézni, ahogy járt, hát ő minden volt, csak nem szexi. Én szoktam nézni a pasik popsiját, hogyha ha szép a járása egyébként, akkor utána is fordulok. Tehát én megnézem egy férfinek a fenekét, de szerintem ebben nincsen semmi gond. De egy és fikentesz? Hogy azt mondom, hey, haver! Igen. Nem, egy férfi is tud szexi járni, persze. Úgyhogy szerintem érdemes lenne beiratkoznotok. Én divat tanácsadó vagyok, ott kezdem, hogy nem egy műbőr kabát van rajtam a koptatott farmerot, tényleg az isztambuli bazárból. És nem? 30 ezerért csak járni tanít, vagy van még egyébként én más? Én akarom elküldeni, de van egy tanfolyamra járni tanulni. Nagyon jól, hogy én vagyok az, aki a legjobban írtózom az ilyen bolondoktól. De pont ezért szeretnélek egy kicsit kimozgatni ebből a nagyon-nagyon-nagyon minden nap kicsit ugyanolyan sematikus világodból, mármint abból a szempontból, hogy nem mész bele az ilyen szituációkba, mert én félek, hogy túl jól megérteném magam vele. Figyelj. De neked kell erre elmenni. Szóval, de hogy van még valami más program is? Nem néztem át. Napos a 75 ezeres, nem úgy másképp. Van csajozás, van járás, van társas érintkezés, van kommunikáció, van szex, tehát hogy mit csinálj vele mondjuk az első randi után, tehát gondolom a tanfolyam az a sokrétű. Küldjük el akkor a Lacit. Aha, nem rossz. Valakit küldjünk. A Jani a legjobb, Jani, de tényleg. Be, tanítson itt minket. Hát akkor hívjuk be, megkeressem, előkerítsem a telefonszámát. Hát jöjjön be akkor, és tanítson. Ki nem? Hát az emberünk, a tréner, jöjjön be ide, és Jani, hogy ő nem megy, a trénert hívjuk be. Jó, hívjuk meg. Jöjjön. Akkor mondjon még hasznos tanácsokat, csajozásról érintkezőt, hívjuk föl. Jó? Megvan a holnapja egyébként, hívjuk meg. Simán. Érted. Itt a folyosón én gyakorolok vele, nagyon szívesen. Attól félek, hogy elmennék, biztos, hogy az lenne, hogy ilyenekkel jön elő, hogy ha most valami olyan helyen lennék, ahol nincsen senki rajtunk kívül, akkor az egy mesterséges szituáció, neked olyan helyen kell gyakorolnod, ahol rengeteg ember van, hiszen ez egyfajta kommunikáció. És majd ott fogok vele masírozgatni a Váci utcában föl le, miközben ideges, te ez nem a vad olyan? Mit csinál? Ez megint hülye csinál magából. Ennek minden. De nem baj, annál van, hogy kiállunk, és majd pontozzuk, és megmondjuk, hogy volt-e előtte, meg utána. Tehát, hogy van-e látható különbség. Igen. Itt van Hajni, hello Hajni, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Na, tehát hallgattam ezt a műsort, amit beszéltetek erről az idiótáról, már volt. De nem biztos! Figyelj, én azt mondom, hogy sosem ő az, hanem aki elmegy, tehát ő felmérte, hogy van egy ilyen hely, és erre férfiak elmennek, és kifizetnek 30 ezer forintot, hát akkor az a hülye, aki elmegy. Ebben igazad van. De most, ahogy leírtátok, hogy ez a fickó hogy néz ki, tehát egy férfinek, nem kell megtanulnia, hogy vonal, meg nem vonal, hanem hogyha... Fonaljárás. De az önbizalma az, amitől szexi lesz a járása, és az az ember, aki önmagában hisz, annak olyan a fellépése, az úgy lép be egy terembe, úgy lép ki az utcára, és főleg nem lök fel senkit. Tehát az se szexi, ne haragudj. Tehát főleg, de az utcán embereket, az is egy idióta. A legnagyobb duma, hogyha jön babakocsi, tolókocsi, ne térj ki. Igen. Ezt én nem hiszem már. A fickónak, hogy ilyen már volt, tehát egyszer már volt, aki azt mondta, hogy kelj fel és járj. Tehát azért ez a plagizálás annyira nem divatos. Mindegy, tehát mindenki legyen olyan, amilyen önmaga, higgyen önmagában, és akkor egyszer a szexuális kisugárzása is meg lesz. Tehát nekünk, nőknek az a szexi. De azzal nem mond rosszat, hogy van szexis férfijárás, tehát azzal nem mond rosszat nektek, nőknek, hogy van szexis férfijárás, tehát tudsz szexi menni egy pali. Hát erről nekem egy kicsit más eszembe jutott, amikor egy férfi így próbálja meg kihangsúlyozni a szexualitását, az nekem már olyan, mint hogy a kisujját is feltartaná. Én néztem ezt a videót, azonnali beutaló az ortopédiára, tehát azonnal. Tehát brutális lúttabb, iszonyat lúttabb, de brutál lúttabb, azonnal ortopédia, egyhetes kezelés, mindenféle talbetét felírása, onnan indulunk, nem? Tehát nem járástan folyam férfiaknak, hanem ortopédia. Úgy sétál, mint Dagobert Nem, a férfinak az önbizalmát kell nevelni, tehát hogyha ilyen tanfolyamra el tud menni, hogy ahol kap egyfajta, ezt sem lehet tanfolyamon tanulni. Tehát egyszerre higgye magába, és akkor az látszik. Tehát nekünk nőknek az a szexi. A férfinek olyan a fellépése. Ha elkezd kacsázni, vagy nem kacsázni, vagy ilyen erőltetetten kimódoltan menni, az nem szex lesz, hanem inkább ilyen love parádos felvonulás. Tehát, hogy így fújna. Nem, undorító.
Szerintem egyszer, de olyan, hogyha elmegy, azért azt kell. Én ezzel rajta leszek. Hajni, köszi, csáó, vigyázz magadra. Kérlek szépen, egyébként el se kell menned, mert például a szexuális kommunikációt 9500-ért kapod meg DVD-n tőle. Várjál, karizmád magas fokon, hogyan alakíts ki a szagod bárkivel 5900? Hogyan alakíts ki a szagod? A tökéletes randi 19500. Jani, sírva kérlek. Én akkor legalább nézd meg a DVD-t, ha megrendelem. Szállj rá annyit, hogy megrendelek neked egy DVD-t. Na jó, azt megnézem. Éjszakai ismerkedés haladó technikák. Mit csinálsz, apa? Semmit! Van egy hallgatunk, aki ismeri a munkásságát. Szofi, hello Szofi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Te követed a pályáját ennek a srácnak? Hát képzeld el, igen, mert hogy néha annyira fáradt vagyok, hogy így péntek esténként így egyszerűen könnyesre röhögöd a szemed, hogyha elmegnézed a videóját, vagy egyszerűen olvasod a honlapját, úgyhogy egyrészt javaslom, hogy nézzétek meg, másrészt pedig léci, állítsátok meg ezt a fickót. Dehogy is, az ilyen emberektől színes a világ, dehogy is. Képzeld el, mindenki ugyanúgy gondolkodna, ugyanúgy élne, ugyanúgy létezne, milyen baromi unalmas világ lenne. Nézzétek meg, így Siófok környékén pörög nagyon, nyilván ez is már sokat elmond így róla, de hogy vannak emberek, akik befizetik a pénzt, oda mennek, és ahogy te is mondod, stílus tanácsot ad úgy, ahogy ő kinéz, ő tanítja a szexualitást, hova tart a világ, meg fog érni a pusztulásra, higgyétek el. Nem, én őt akarom műsorba. Én vele szeretnék beszélni, hogy ő mit tanít a szexualitásról, abszolút. Tehát, hogy igen, csak én is hasonló területen dolgozom, egy nagyon picit, mint ő, meg a barátnőm is, és egyszerűen persze üde színfoltja így a szakmának, ezt nem mondom, de hány embert vezet meg, és így hova vezeti őket? Hát mert meg lehet, tudod? Azért ő ezt... vezet meg, vagy aki hisz neki, és elmegy, és elhiszi, hogy van fonaljárás, és ne tér ki, ha jön a babakocsi. Tehát, hogyha erre le lehet gombolni emberekre 30.000 forintot, hogyha a tolókocsi, babakocsi ne tér ki, menj egyenesen, te mint fonaljáró, ezzel a járással, hát akkor nem biztos, hogy ő a hibás. Nem? Ebben igazad van, egyébként ezt a videót én is láttam, és egyébként kommenteltünk is ott a posztok alatt, hogy normális ez az ember. Tehát, amit ti is mondtok, hogy lökjünk fel egy babakocsit, mert annyira határozottan tudunk járni. Megyünk értem. Figyelj, és tanfolyamon oktat, szerintem igen, nyilván nem azon nevetek, hogy lökjünk föl egy babakocsit, de hogy ezt elmondhatja, és ennek ellenére elmennek, ne tér ki, ha jön a babakocsi. Én azt mondtátok, hogy meghívjátok, és annyira szeretném, hogyha föltenétek pár olyan kérdést, amire ti is tudjátok, hogy nem fog tudni válaszolni, nyugodtan kérdezzétek meg, hogy milyen jogon meri ő ezt tanítani. Ezt többen föltettük már a Facebook oldalán kérdésként, és hihetetlen együgyű válaszok érkeznek. És mit mond? Szerintem ő is tudja, hogy hol, tehát nyilván nincs végzettsége, úgyhogy nagyon kikerüli, de ha elolvashatok a biográfiáját, akkor olvashatok ilyeneket, hogy 2014 kitaláltam a módszert. 2014 március leírtam a módszert. A fonaljárás? Hát bármit, jó, tehát olvassátok el mindenképpen a pályamunkáját, mert hát nem, hogy elolvassuk, de fölhívjuk, hanem holnapra előkerítjük szerintem. Még annyi kérdésem, hogy nem tudlak titeket mindig hallgatni, de a Facebookon írjátok meg, hogy ezt a pasit meghívjátok vendégségre. Lehet, meghívjuk a Siófokon, fölhívjuk holnap 9 után, lehet. Holnap 9 után megpróbáljuk, 8-tól Gáborunk van, 9 után megpróbáljuk előkeríteni. Jó, én azért tovább is azt kérem tőletek, hogy állítsátok meg. Jó, de azért perverz vagy, mert figyeled a pályáját közben. Tehát állítsuk meg, de te még be is kommentelsz azért két közben. Két órán keresztül, tehát a barátnőmmel két órán keresztül olvastuk az összes jegyzetet, amit írt, és könnyeztünk a nevetéstől, nincs nála jobb. Hát akkor nem szabad megállítani. Hát igen, csak ő komolyan gondolja. Ő azt, hogy komolyan gondolja, meg fölmész, szerez neked kellemes 5 percet, nevetsz egyet, és kicsit szebb a saját világod is. Nem szereznék kellemes 5 percet vele, Lési, ne rozd el a napomat. Na de mégis figyeled, mégis olvasod, mégis rögsz rajta, nem? Ha ez a küldetése, akkor viszont a helyén van. Ez szerintem abszolút. Köszi, hogy elmondtad. Holnap 9 után hallgass minket, jó? Oké, köszi, ciao. Hello. Na jó, tartunk egy pici szünetet, aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiért. Belinkeltük az oldalt, mi ezt a Subban találtuk, a Facebook oldalunkon is fönt van, nézzétek meg. Jó? Emberünket. Egyébként 3-4-10 lesz 1 perc, a jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel, hát nézzük a videót, elemezgetjük, hát gyerekek, hát komolyan mondom, színesebb a világ elé, csak így kell gondolni. Valakiből ez indulatot vált ki, én nem is értem egyébként, hogy miért az ő ténykedése. Tehát, hogy nem, mindent szabad ezen, csak nem felhúzni magad, valaki megnézik, hát olyan dühös kommentek jönnek, hogy mit csinálnának vele, találkoznának vele, amik jönnek szellemesek, és azt írja valaki, a feleségemmel mostoljuk a babakocsinkat, szembe jött egy tanítvány.
Valószínű, valaki hallotta, és már elkezdte gyakorolni a ne térj ki. A babakocsi és a tolókocsi elől ne térj ki. Bármi történik, te használd a fonaljárást. Figyelj, abban neked igazad van, szóval hogy az a Balek, aki megnéz egy ilyen videót, aztán elmegy. Ugyanakkor, meg azért abban igazuk van azoknak, akik egy picit fel vannak háborodva, hogy van nagyon sok olyan ember, akinek tényleg nincsenek sikerélményei. Mondjuk a párkapcsolatok terén, és nagyon hisznek abban, hogy valami végre, vagy valaki végre segíteni fog nekik. És elmennek ez a sráchoz, aki szemmel láthatóan a kanyarban is, hogy fogalma nincsen arról, hogy mit beszél. Ő is tényleg ilyen vakvezet világtalan alapon, ugyanakkor azért meglehetősen nagy magabiztossággal tanít valamit, amihez nem ért. Na jó, de és hát nem lesz belőle sikerélmény. Befizeted a pénzt, megveszed. Hát ez bármilyen tanfolyamon, bárhol megtörténhet. Tehát, hogy ez igen. Az üdvözlő oldalról csak még egy mondat. Sajnos nem tudom magam klónozni egy bizonyos létszám felett. Tehát addig megy. Jó, holnap megpróbáljuk fölhívni. Tényleg kíváncsi vagyok a személyiségre, aki a fonaljárás mögött van. Megpróbáljuk holnap 9 után előkeríteni. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Egy nagyon érdekes hirdetést láttunk az interneten, miszerint egy kicsi, apró kis falucska feladta saját magát már, mint a polgármester, méghozzá Megyer polgármestere, Pajer Kristóf, aki elmondta, hogy Veszprém megyében, Telekföld kiadó, Balaton közelében 15 000 négyzetméter, bérelj egy egész falut hétvégére, így szólt a hirdetés szövege, Sümegtől 10 km van ez a kis falucska, mi eljátszottunk a gondolattal, hogyha rádióstól levonulnánk, akkor hogy tudnánk kibérelni ezt a falut, ki mi lenne, ha egy csapatépítő tréninget tartanánk mondjuk ebben a kis faluban. A kezdeményezés nagyon helyes, föltették saját magukat egy hirdetési portára, hogy menjenek oda emberek turisztikai céllal. A mai szerdai értekezletünkön ez már egy napirendi pont is lesz, remélem. Főleg, hogy nem vagy ott, hanem majd nekem kell felvenni. Hát ezért is gondoltam. Ki mit vállal? És még gyorsan vetted a lapot? Szóval erről beszélgettünk, felhívtuk Pajer Kristófot, Megyer polgármesterét, valamint furcsa élményekről is megosztottam veletek egy olyan dolgot, amiről régebben már talán egy mondat erejéig beszéltem, hogy keresni kell azokat a szituációkat, amiből nem szabad kimozogni, amiből nem szabad zavartan elmenni. Ha az embernek meleg vízóra leolvasója volt régen, még egy másik helyen, ahol laktam, akkor igenis bele kell menni a játékba, és nem szabad zavartan elmenekülni az ilyen szituációkból, hanem megnézni, hogy mit lehet belőle kihozni. Meleg vízóra leolvasod azért ritkán van. Nem? Mondjuk kerüljük is. Aha, mondjuk nincs hiányérzetem. Nem szabad az ilyen szituációkból elmenekülni, hangsúlyozom, ez régen történt még az előző helyen, ahol laktam. Ezekről a pillanatokról beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hívjuk már is a naphallgatóját. Én, ha mondja, hogy Morning Show, vi az ajándékcsomag. Morning Show. Vi az ajándékcsomag. Tiéd az ajándékcsomag. Hello! Azt írtad nekünk SMS-ben, nem hiszitek el, de hogy meghallgattam az előadást, kihúztam magam, és mindenki engem néz. Ez a srác egy profi. Tényleg? Működött tényleg? Tényleg profi a srác, de nem húztam ki azon, csak mit tehetem. Tudtuk, hogy humorizálsz. Hogy hívnak? Norbi vagyok, sziasztok. Norbi, hol hallgatsz minket? Hát jelenleg Miskolc környékén autókázok. Miskolc környékén, jól van. Te vagy a naphallgatója, köszi, hogy mondtad. Egy ajándékcsomaggal háláljuk meg az SMS-edet, ami vicces volt. Köszi. Köszönöm szépen. Ciao, Norbi. Szia. Hello. Hello, hello. Csavi, kámra, meg zenék? Jó reggelt, szevasztok. David Gettát hozom nektek. Felpörgetlek titeket, mert látom, hogy kezdtek kicsit fáradni, úgyhogy hallgassátok. What a did for love. Nagyon jó. Emery Sunday fog benne énekelni. Meghallgatjuk. Holnap 9 után megpróbáljuk emberünket előszedni. Jó? Úgyhogy majd figyelj te is a járásképzésre. A fonaljárás. Én már most úgy jöttem, ne viccelj. 6 órakor pedig jövünk. Szép napot mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az